Mě všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunci vstříc. Já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi neschází. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Túnáp című podcast sorozat legújabb adása. Műsorvezető kollégáim ezúttal Ákos. Sziasztok. És Gáspár. Kisebb szünet után visszatértünk, de örülök, hogy megint össze tudtunk ülni egy random adás erejéig, ami ugye azt jelenti, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban látott filmeket, illetve sorozatokat fogjuk nektek bemutatni, kielemezni. Aki esetleg új hallgató lenne, annak gyorsan elmondom az elérhetőségeinket, illetve a hozzászólási lehetőségeket, ugye legegyszerűbb a YouTube videó alatti kommentben lehet ezt megejteni, illetve írhatok nekünk e-mailt is a tunap314@gmail.com címre, Facebookon a facebook.com/radiotunaup néven vagyunk elérhetőek, Twitteren pedig az @radiotunaup néven. Ákos pedig nem más, mint a... @Lenox Asaki néven elérhettek engem, és köpködhettek, ha akartok. Így van. Szeretném megköszönni a hallgatóknak a türelmet. Most valóban kimaradt egy kisebb időszak, de hát ugye mondtuk előre, hogy ez lesz, mert gyegással elutaztunk, de most visszatértünk, és új út erővel gyártjuk nektek az adásokat, ahogy csak bírjuk. Lehet, hogy most se fog annyira begyorsulni, mert ugye többen is éppen munkahelyváltás, vagy más munkabeosztás előtt állunk, de természetesen mindig az a fő, hogy a túnáp az zakatoljon tovább. Tehát ahogy írtam is Facebookon, több adásunk is van készülőben, ugye lesz egy élménybeszámoló az új-zélandi utazásunkról, lesz majd mindenképpen egy gyűrűk ura adás, illetve Oscar adás is lesz, ugye arra szintén készülünk el, hiszen nagyon sok filmről kell beszélni. Ennyi, ugye? Nagyjából, meg hát természetesen még majd a Shyamalan meg a Disney maratonokat is be fogjuk fejezni. Ma viszont random lesz, tehát kezdhetjük is, hogy miket láttunk az elmúlt hetekben. Kezdjétek szerintem most ti, illetve ha mondjuk meg tudnám nyitni a listát, azok nem ártana, de akkor 8th grade, mit szólnátok? Erről az aranyos kis filmről beszéljünk. Ez, Ákos, ha jól tudom, akkor tavaly neked a top egy volt talán? Hármas volt, de én egyesnek is oda tenném ezt a filmet. Uh-huh. Így van. Én ezt a repülőn láttam, itt Gással a repülőn láttuk, ami tök pozitív csalódás volt, hogy ennyire új és ennyire jó filmek vannak ott. Ákos, fel tudnád válaszolni ezt pár mondatban, ezt a filmet, hogy mit kell róla tudni? Igen, ez egy coming of age sztori, egy kislányról szól, egy 8. kislányról, aki éppen ugye ezek után fog belépni a középiskolába, és hát szépen szólva az ő kálváriáját és szorongását láthatjuk a filmben. Rengeteg film elmesélte már ezt a történetet, ugye, hogy van egy kislány, és akkor ő a kis fekete bárány, nem tud beilleszkedni, barátokat keres, félig már a középiskolában van, de még mindig az általános iskolában éli az életét, de ilyen érzékenységgel és ilyen ilyen szintű autentikával autentizmussal nem láthattuk még szerintem, vagy én legalábbis nem tapasztaltam coming of age-ben ilyen szintű megértést, és ezt egy azt hiszem korai 30-as éveiben lépd el a fickó, aki ezt rendezte, Bob Burnham, aki nem hinni ez az ember, hogy ezt egy 30-as fickó rendezte, mert tényleg olyan, mint amikor valaki teljesen megérti a fiatalokat, és róluk készít filmet. A legnagyobb trubály még ebben a filmben, amit még coming of age filmekben mostanában nem láttam, hogy az internetet és ezt a vlogolást eléggé központi helyzetbe helyezi. És ugye a fiataloknál ez mostanában menő, hogy ez a kislány, aki a filmen főszereplő, ő nagyon szorongó, és nem ő a nagy dumása az iskolában, viszont a kamera előtt meg úgy beszél magáról és ezekről a gondokról, hogy ő
ő ezeket nem fogadja meg, amiket másoknak tanácsol, és ez szerintem annyira így van, meg így érezzük, vagy így, legalábbis én így éreztem mindig, amikor kicsi voltam, hogy így pofáztam másoknak, meg így az egy-két barátomnak, hogy így kéne, úgy kéne, de közben meg én nem úgy csináltam, és nagyon több rétegű ez a film, és gyönyörűen bemutatja egy kislánynak a szorongás. Nem is egy kislánynak a szorongás, hanem ezt a, amit szerintem mindannyian megélünk, ez a fiatalkor, gyermekkori szorongás, és szerintem még ezt hozzátezem, hogy ez volt a tavaly év legjobb horrorfilmje az örökség mellett. Például az a medencés jelenet, az teljes horror. Igen, valóban. Körülbelül egyetértek veled. Én egyébként kezdem már kicsit unni ezeket a coming of age, meg indie filmeket, tehát szerintem ez a zsáner kezd kifulladni. Ezért se rajongtam annyira a Lady Birdért, de viszont ez valamiért nálam nagyon betalált, talán pont az előbb említett őszinteség miatt. Tehát egyszerűen fel tudott kavarni a film azáltal, hogy mennyire iszonyatosan irritáló ez a közeg, amiben a mai fiataloknak fel kell nőniük, és ez nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem ez egy öngerjesztő folyamat, tehát azáltal ugye az okostelefonok, meg az internet elérhető, és az azokon lévő alkalmazások, ezáltal teljesen megszűnik köztük a kommunikáció, és tényleg vannak olyan jelenetek, ahol kb. Egymással szembe állnak, és nyomkodják a telefonukat, és úgy beszélgetnek egymással, ha egyáltalán beszélgetnek. Ugye nagyon jó dinamika volt az apjával való viszonya, hogy az apja mennyire nem tud mit kezdeni ezzel az egész szituációval. Ő se érti teljesen ezt a kort, tehát nem tud a lánya felé kapcsolatot teremteni. A lánya viszont abszolút nem veszi a fáradtságot, és nincs benne elég empátia ahhoz, hogy észrevegye, hogy az apja ettől mennyire szenved, és hogy mennyire egyedül érzi magát ott a vacsora asztalnál. Ezek egyáltalán nem új gondolatok, tehát ezzel szerintem mindenki tisztában van, mindenki megélte ezt, akár az egyik, akár a másik oldalról, de filmen látni ezt nagyon-nagyon pontos élmény volt számomra, ami hát ezt a régen minden jobb volt érzés sajnos igencsak megerősítette, ami tudom, nem egy jó dolog, mert két éle van mindennek, de én azt gondolom, hogy nem segít semmit egy fiatalnak az, hogy 5 éves kora óta internet elérhetőségű okostelefon van nála, de a film szerencsére nem von szerintem értékítéletet. Tehát, hogy nem mondja ki, hogy ez így szar, vagy ez így jó, hanem bemutatja, hogy ez van egy átlagos lánynak a szemszögéből, és szerencsére azért a végén viszonylag happy endet tud prezentálni azáltal, hogy például az apjával való kapcsolata az úgy, ahogy van, rendeződik. Igen, az gyönyörű. A főszereplő lány szerintem teljesen jól működött, tehát hogy... Oscar-t neki komolyan, azt, hogy nem jelölték, ez botrány. Tehát amikor elfelejtett, hogy színészkedik, tehát hogy ő önmaga, tehát hogy nem jut eszedbe, hogy ezek megírt szövegek, vagy hogy ezek eljátszott szituációk, hanem ez egy dokumentumfilmnek tűnt csomó helyen, és például az a jelent, amikor ugye a régi ilyen időkapszulát megnézi, az nagyon durva, és nagyon-nagyon tetszik, hogy ugye mit képzelt el annó, hogy mi lesz belőle, aztán mi lett belőle, meg számtalan jelenet, amit most nem akarok ellőni, ugye ez a kamaszkori szorongást is nagyon jól ábrázolja, mint színész. Igen, igen, és még annyit akarok a színészhez hozzátenni, hogy ez tök ritka, hogy amikor egy amerikai filmben a fiatal természetesen nem szép, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, de például ugye volt a Spectacular Now, amiben Shailene Woodyt úgy akarták eladni, mint hogy a csúnya lány az iskolában, és kapjátok be, de hogy ha most ránézel Elsie Fisherre, akkor ő tényleg az a lány, aki... Hát a szürke kisegér. A szürke kisegér, igen, és elhiszed róla, hogy szorong, mert nem az a cicababa lány, mint a kortársai. És az annyira ritka, hogy ezt így át tudják adni, és közben meg egy ilyen remek karakterrajzot kap a kislány, ez zseniális szerintem. Ja, úgyhogy 8th grade-en minden jobb volt. Hát vannak dolgok, amik hiányoznak a túnából, és aztán vannak András szó viccei. Én egyébként tehát én egyetértek veletek, és többnyire, és azt mondom, hogy ami nekem nagyon tetszett, az, hogy tényleg ezt az internetes kultúrát, ezt elég jól
bemutatta, és mondjuk tényleg úgy egy olyan ember mutatta be, aki így érti, tehát nem azzal, hogy a Harry Potter 4-ben a 60 éves rendező mutatja be a tinédzserek lelki világát, meg ezért. Tehát, hogy tényleg azt éreztem, hogy egy olyan valaki csinálta, aki azért tisztában van azzal, hogy micsoda. És tényleg azt, hogy nem úgy volt ez az egész szállat, hogy jó, az az internet, az elfajé, hanem igazából én azt éreztem rajta, hogy amit mond, az egy teljesen időtálló és bármikor érvényes dolog. Most éppen internet van, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt a nem tudom én mi volt, videójátékok kezdődtek, vagy akármi, tehát hogy így mindig megvan az, amire a idősebb korosztály azt mondja, hogy új, tényleg mi ez az új. Ezért elrontja a gyerekeket, régen minden jobb volt, stb. És de hogy ezek tényleg ilyen olyan folyamatok, meg olyan viszonyok, amik bármilyen korban megvannak, és most annak az eszköze, vagy a konkrét pontos kiváltója az, ami maximum változik. És ez nekem tökre tetszett. Meg az, amivel Ákos kezdett 26 percen ezelőtt, amióta próbálok megszólalni, hogy és el is felejtettem, mit akartam. Ja igen, hogy ezek a videók, hogy ő tanácsokat oszt, és aztán nem fogadja meg. Ez csak annyit tegyük tisztába, hogyha valaki nem látta a filmet, hogy ez úgy néz ki, hogy nekem azt tetszett benne, hogy ő megpróbálja ezeket betartani. Tehát nem az van, hogy ő most jaj, mondok valamit, és aztán leszarom, hanem hogy látod rajta, hogy ő megpróbálja azt csinálni, amit kiad a videóba a tanácsként, csak általában nem sikerül neki, mert mondjuk ezek olyan tanácsok, amit így nem tudsz egyik napról a másikra. Tehát, hogy az, hogy most te vagy egy ilyen introvertált valaki, akkor az, hogy menjél és szerez barátokat, és beszélgess mindenkivel, az nem így működik. Igen. És látod, hogy megpróbál, mert így megpróbál minden, akkor ez nagyon aranyos és kínos volt, amikor felolvasták a nem tudom neveket az osztályba, és akkor ő így gratulálok, szép munka volt, és így teki leszarta, hogy motyorok magába, az így tényleg ilyen, látod, hogy kilódik szegény, meg próbál barátságos lenni. Szóval ilyen fronton nagyon erős. Ami nekem annyira nem tetszett egyébként a filmben, az, hogy nekem valami történet az így egy picit hiányzott, és tudom, hogy coming of age, meg tudom, hogy nem arról szól, meg ezért, de mondjuk nekem ilyen témában nagyon nagy kedvencem az Edge of 17, ahol így azt éreztem, hogy ott azért van egy pár mondatos sztori, vagy valami, amire fel lehet fűzni. Itt igazából azt éreztem, hogy így egymás után vannak rakva olyan tök jó jelenetek, csak hogy így nincs valami, ami összefogja, tehát nincs egy, mit tudom én, készüljünk a 8. osbára, vagy nem tudom én, valami ilyesmi, vagy akár az a Shadow nap, vagy árny, vagy nem tudom mi a fene volt ez, amikor ugye elrakták őket egy középiskolás csoportba, és akkor kövess egy napig egy középiskolás, tehát hogy ezt talán be lehetett volna hozni egy kicsit előbb, mint egy ilyen fú, de félek tőle, és aztán az lesz a nagy megváltó, felszabadító tök jó dolog, tehát valami ilyen dramaturgiai összefogó elemet én kicsit hiányoltam, de igazából ennyi, mert minden másra meg egyetértek, amit mondtatok, és tényleg egy tök jó kis szinte film. Ebben nem tudok belekötni, mert ha neked ez nem tetszett, én ezt akartam mondani, hogy azért ilyen, legalábbis nekem úgy tűnt, mintha egy dokumentumfilmet néznék, csak fiktív szereplőkkel, és nekem pont azt tetszett benne, hogy nem egy ilyen kerettörténete van, egy tipikus coming of age ballal, vagy bármivel, hanem hogy így betekintést nyerünk egy kislánynak a hétköznapjaiba, és nincsen ilyen nagy katartikus vég, ahol a kislány és az általa szeretett fiú így egymás karjaiba vannak, és megtalálják. Mondjuk van a végén hasonló, de hogy az is annyira természetes, tehát nem, nincs semmi olyan, ami, hogy így nem tudom, mit levegőbe csapsz, és mint egy John Hughes film végé, hogy van valami nagy hanem tényleg itt lecseng, és zajlik az élet tovább. Jó, ez tényleg egy ilyen apró dolog, amit úgy, tehát hogy nem azt mondom, hogy így rossz lett a film, csak valami egy
picit nekem úgy, hogy ez az egészet így egy ilyen ragasztó, vagy egy ilyen kötőanyag a téglák közé, az, ami így hiányzott, de... A Malter? Tessék? A Malter hiányzott? Mondtad? Igen. Ja. De hogy ettől még így megáll, tehát hogy érted, egymásra vannak rakva a téglák, lehet anélkül is építkezni, meg megáll. Csak így egy picit valami. Mm. Jó, hát ez is egy vélemény. Igazából. De nem, hát ez egyébként erre most tényleg igaz, tehát, hogy most ez a film azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy átlagos 8. osztályosnak az utolsó heteit bemutassa, ennyi. Tehát, hogy ez egyébként a nehezebb út is szerintem, mert pont így a nézőnek az érdeklődését nehezebb fenntartani, hogy nem történnek benne ilyen triple crossingok, meg tudom én, terrortámadás, meg ilyenek. Tehát, hogy emiatt nehezebb dolga volt, de engem végre kötött a film, nem is túl hosszú, 85 perc kb. Úgyhogy szerintem ajánlható mindenkinek, mert ha felnőtt öreg vagy azért, ha fiatal vagy azért, bárkinek ajánlható film. Uh-huh. Aztán nézzétek meg majd Bo Burnhamnek a stand-upjait, és nem hiszitek el, hogy ő rendezte ezt a filmet. Na hát. Jó, oké, akkor ez volt tehát az 8th grade. Mivel folytassuk, El Royale. Jó. Oké, én azt nem láttam, de bevallom őszintén, bocsánat, annyira azért nem rajongok, vagy nem azt, hogy nem annyira nem érdekel a film, bevallom, de ha nagyon spoileres, akkor nem hallgatom, mit mondtok. Hát szerintem nem akarunk spoilerezni annyit, mert annyira nem akarunk belemenni, vagy nem tudom, Gáspár, mennyire akar belemenni a történetbe, de... Hát én régen láttam, úgyhogy annyira nem vagyok bele, amennyire emlékszem rá, úgyhogy... Én is októberben láttam, úgyhogy... Okay. Aktuális... Aktuális premierek? Egyébként ez a film kicsit úgy elsikkadt szerintem, tehát ugye Drew Goddard... És ennyi, igen. Tehát valaki egyébként nagyon-nagyon szereti, valakinek nagyon nagy csalódás. A magyar kritikák azok inkább ilyen túlnyújtott önkielégítésnek tartják a filmet, hogy túl hosszúak a párbeszédek, meg túl hosszúak a jelenetek. Ugye Drew Goddard az igen régen rendezett nagy filmet, ugye ez volt talán a Cabin in the Woods, amivel azért igen erősen lerakta a névjegyét így a hollywoodi műfaj filmeseknek az asztalára, de itt már egyedül írta és egyedül rendezte, ugye ott még Joss Whedon besegített neki a forgatókönyvbe. Hogy tetszett nektek ez a film? Esbe? Én nekem így összességében azt éreztem benne, hogy picit valami, főleg na, újra kezdem. Tehát nekem a Chris Hemsworth megjelenése volt az, ami egy picit így felborította a filmet, mert egészen addig volt egy ilyen érthető kis, nem tudom én, thriller szerűség hangulata, és aztán az ő megjelenése az valahogy azt éreztem, hogy nem tudom eldönteni, hogy most ő vagy illetve ő által ez az egész helyzet, meg ez az egész hely, ez most egy ilyen szimbolikus, allegórikus valami, vagy ő most tényleg csak egy ember. Szerintem itt kettő eset működik, amit mondasz. Legalábbis én is így voltam, hogy kicsit itt bajlódtam, hogy most hogy is kezeljem ezt a filmet, de mindkettő eset működik, és mindenhogyan működik, ha most túlmegyünk azon, hogy ez egy szimbolikus történet, úgy is működik, hogy ez egy ilyen kamaratriller, aminek nincs akkora végkicsengése, mint ahogy amit az emberek vártak, és sokan ezért csalódtak ebben a filmen, mert valami úgymond többet vártak ettől a filmtől, mint ami. De nem kell sokat belelátni ebbe a filmbe. Összejön pár idegen egy motelben, és történnek dolgok. Ennyi. Nekem pont ez az hiányzott, hogy ez se... Tehát, hogy én nekem megint a bizonytalanság volt ott. Tehát se azt nem éreztem, hogy igen, ez egy kamaratriller, ami arról szól, hogy emberek ott vannak, és meglesi őket a valaki, és nem tudom én, megölik egymást. Mert nekem így is teljesen működött volna a film, meg úgy is működött volna, hogy most akkor ez valami, nem tudom én, purgatórium, és a Chris Hemsworth az ördög, aki egyszer csak megjelenik. Ez is működött volna, csak egy kicsit azt éreztem, hogy így ők se tudják, hogy most akkor mi van, meg akkor melyik. De azt se éreztem, hogy rám van bízva, hogy döntsd el, hanem hogy így, hát itt van valami, ami, hát így értelmezd úgy, ahogy akarod, és... Igen. Csak hogy na, ezt most nem tudom normálisan átadni, csak hogy ennek nem a jó
példája ezt, tehát hogy nem az, amikor ez nekem tetszik, hogy én ott gondolkodok utána két napig, meg próbálom megfejteni, hogy mi csoda, hanem így inkább kicsit ez a lusta megoldás, hogy hát nem tudjuk mi se igazából, hogy mi ez a film, akkor majd hagyunk egy ilyen véget, aztán majd a néző kitalálja maga, a kritikusok majd belemagyaráznak, amit akarnak. És ennyi a sztori, hogy pár idegen összejön egy motelben? Vagy hát ez részletet? A szinopszis, de most a részletekbe benne megyünk, szerintem akkor nagyon spoilereznék, mert a film is ugyan felépítve, hogy utólag meséli el a karaktereknek a történetét, hogy miért van ott ő kicsoda, és kb. Valamelyik szereplőről a másfél órába tudjuk meg, hogy ő kicsoda, és az a csavar benne, hogy ő nem az, aki, hanem ő az, aki ezzel, azzal, és tehát ilyen ez a film, kicsit olyan, mint az Aljas 8-as, és ezt most stílusilag és felépítésileg is értem, mert nagyon tarantínos fejezetekre van osztva a film, mint ahogy Tarantinónál, és az Aljas 8-as az egy tök jó párhuzam, mert itt is hasonló a szitu, és hasonlóan viselkednek a szereplők egymással. Én igazából ugye sokan úgy hozzák le ezt a filmet, hogy ez ilyen kicsit nagyképű hatásvadász elemekkel operáló film, de nekem meg pont azt tetszik, hogy a film összes képkockájából leri, hogy Drew Goddard imádja a filmművészetet, és így szerelmes a karaktere és ebbe az egész filmkészítésbe, és olyan szinten össze van téve ez a film technikailag, hogy wow. Nekem kicsit a párbeszédek voltak erőtlenek. Néha túlságosan nem tudom, mi a jó szó, bedesz akart lenni, vagy túlságosan nagyot mondó akart lenni a párbeszédekkel. Ott éreztem ezt a Tarantino wannabe-t, hogy most valami ilyen keményet mondok, ami aranyköpés lesz majd két év múlva. De ebből ez nálam ilyen semmilyen gond nem volt, mert nekem elvitt a stílus, meg ahogy így folyamatosan építgette ezt a rejtélyt, hogy mi lehet itt, ki kicsoda, hogy ez hova fog kifutni, és most nem spoiler, mert Gáspár is mondta már, hogy Chris Hemsworth egy bizonyos ponton megjelenik a filmben, és onnantól meg ezek a karakterívek így felrobbannak, és egymásnak esnek, és ott én annyira feszültségben voltam, hogy wow, és oda is behoztak még olyan dolgokat, hogy ilyen random vietnámi szál, ami így micsoda, de közben meg tök epiknek hatott abban a pillanatban, és utána megérted, hogy mi is volt ez. És a film után gondolkodtam én is, hogy bár újra kéne nézzem a filmet, hogy lehet, hogy ez egy ilyen hétfő bűn film, vagy valami hasonló, mert hogy ott volt az összes karakter, de nem tudom, 6-7, és akkor lehet, hogy rájuk lehetne ezt olvasni, és ugye, ahogy Gáspár is mondta, Chris Hemsworth szimbolizmust, hogy ő most akkor micsoda-kicsoda. Sok mindenben elgondolkodtat ez a film, mint hát nem mint történet, de mint szerkezet és mint szimbólumrendszer, és közben meg a rejtély is szerintem kurva jó, hogy így kurva jó van ábrázolva, ahogy nem tudod, mi van. Most ez hülye hangzik, de hogy tényleg igen. Fantasztikus. A Drew Goddard ugye már a Kevin in the Woods-be is ezt tök jól csinálta, hogy építgetett egy ilyen rejtét, és akkor azt odahozta ki, hogy egy ilyen meta szimbolizmus, hogy minek lehet nevezni azt, ami az a film. Ez nem annyira hát nem tudom, nem annyira okos, vagy nem az a szint, de hogy itt is hasonlóan okosan építi fel azt a ezt a saját univerzumát, amit láthatólag imád, és így én is imádom, mert ha ezt érzem, én imádom azokat a filmeket, amikor érzem, hogy ez meg van rendezve, tehát nem az a hatás, hogy ez teátrális baromság, hanem amikor látom a színészen és a kamerán, hogy bazd meg, ez ki van találva, hogy ott meg kell állnia, ott a kamerának is meg kell állnia, és itt van egy ilyen rendezés, na ez a film ez pont olyan, hogy így pöcre pontosan mindenki van számítva, és én az ilyeneket imádom. Igen, én nekem talán pont emiatt egyébként, mert amíg építgeti a rejtét, meg a viszonyrendszert a karakterek között, meg ahogy így tényleg lépésenként derül ki mindenkinek a sztoria, és tök érdekes volt mindegyik, így az teljesen rendben van, és érdekel, és tök jó, és mondom nekem az a vége a Hemsworth megjelenésétől van az, hogy most akkor nem tudom, hogy mi történik, vagy ez most melyik
hogy mi akar lenni, és pont ezért zavar, mert annyira jól, meg annyira érdekesen építkezett a rejtély maga, hogy kicsit így nekem lapos, vagy így nem tudom, fura, hogy ő most egy ilyen valaki, aki most vagy szimbolikusan értendő, vagy nem, vagy tényleg ott van, vagy nem, vagy mit tudom én, és ez ami miatt, ami engem zavar ebbe a valamban. Hát ő egy Manson karakter. Drew Goddard megrendezte előbb a Manson filmet, mint Tarantino. Hát igen, csak nem mindegy, szóval ennyi. Szóval nézzétek meg. Igen, és aztán írjátok meg, hogy ki kicsoda, és mi a szimbolizmus. Mert nem értjük a filmet. Köcsök kritikusan. Jó. Na hát, hogyha már Chris Hemsworth, akkor térjünk rá a Marvelre, és ha már Marvel, akkor Marvel kapitányra. Ugye ez nagyon friss élmény Ákosnak, most láttad, minden igaz? Hát pár órája jöttem ki. Pár órája. Jó, hát pedig ez egy nagyon mély film, tehát sokat kell rajta agyalni, ugye teóriákat olvasgatni, a filozófiai gondolatokat, de hát most mégis ilyen frissen kell róla beszélnünk. Meg volt az idei egyik nagy botrány, ez az, tehát megint kell valami internetes hisztéria, éppen melyik oldal hisztizik. Ugye az egész onnan indult, hogy ugye a Marvel szerintem kicsit túltolta ezt a első női Marvel főhős, jaj, de királyok vagyunk. Kicsit elkéstek, mert szerintem a Wonder Woman az egy nagyobb szenzáció volt ebből a szempontból, de minden, hát, meg egy jobb film is. De szerintem azért, ahogy mondjam, most lehet, hogy a szuperhős történetből nagyobb, de hogy most persze, hogy a Marvel büszke, hogy végre itt van az első Marvel női szuperhős, nyilván akkor ezzel házalnak, mert ez azért szenzáció, hogy a Marvel is végre megcsinálta a női szuperhős, most miért ne? Csak ugye megint az internet, meg a kedves emberek elkezdtek. Meg ugye azáltal, hogy a film, most ugye spoilerezem, szerintem max közepes, ezért aha, ugye az egésznek megint ilyen felfújt Luffy hangulata van, hogy ahelyett, hogy meldöngetve mutogatták volna Brie Larson, mint az első Marvel szuperhősnő, kellett volna írni egy jó forgatókönyvet, de hát az nyilván több munka lenne. És akkor az egész botrány az onnan indult ki, hogy a Brie Larson az eléggé hát, liberális, tehát ez a nagyon-nagyon ultra SJV liberális. Annó be is szólt egyébként, hogy valószínűleg a Wrinkle in Time című film az azért nem tetszett a fehér férfi kritikusoknak, mert nem nekik szólt. Tehát ugye lefitymálóan mondta. Igaz, hogy... De bazd meg, az egy szar film. Hát igen, pont ez a baj, hogy... Az egy hulladék szar, de pont ez a baj ezzel az egésszel, hogy akár még igaza is lehetne, csak pont ne egy ilyen filmet kelljen már megvédeni, amiről bűzlik a inkompetencia. Tehát... És amúgy én nem tudom, ezt pont kérdezni akartam, mert én annyit láttam, hogy mindenki fikázza Brie Larsont, és nem értem. Tehát, hogy mit tett szegény hát, jó, nő? És ezután jön az, hogy ő a Marvel kapitánynak a sajtókörútja előtt mondott valami olyasmit, hogy nem szeretne csak fehér férfiaknak interjút adni. Mert hogy a fehér férfiak azok nagyon-nagyon nagy többségben vannak ugye az újságírók körében, és hogy ez egy női film, női témákról szól, nő a főszereplő, tehát szeretne sokkal több nőnek interjút adni, és akkor erre a rajongók, vagy hát azik ilyen nagyon balfasz idióta emberek, akik imádnak mindenre ráugrani és hisztizni, akkor azok elkönyvelték Brie Larsont egy ilyen feminácinak, aki a férfiaknak a halálát akarja, és hogy aki nem hajlandó férfiaknak interjút adni, tehát direkt félremagyarázták, aztán erre a Brie Larson visszaragált valamit, de rosszul, tehát hogy ez amikor mindenki rosszul jön ki ebből az egészből, és az egésznek az lett a vége, hogy a Rotten Tomatoes-on megint elkezdték lehúzni a filmet, mit tudom én, annyira durván, hogy a Rotten az, annak be kellett zárni az értékelő dobozát, ugye ami nem a kritikusoknak az értékelése, és IMDb-n is egyébként nagyon-nagyon alacsonyan volt a film, direkt le lett húzva egy csillaggal, úgyhogy nem is látták. Most jelenleg 7,1-en áll, ami már egy fokkal szerintem kiegyensúlyozottabb eredmény, de hát igen, tehát ez is, ez ilyen műbalhét szerintem, tehát amikor az egyik, tehát szerintem ezek a
nem nevezném őket jobb oldalinak, ezeket a hisztis kamasz fiúkat, vagy felnőtt embereket, akik nem bírják elviselni, hogyha ha esetleg egy női főszereplő is kap filmet. Tehát ezek is túlreagálták, szerintem a Brie Larson sem úgy fogalmazott, hogy kellett volna, tehát az egész egy ilyen egy nagy szégyen volt mindenkinek. Megint egy nagy balfaszkodás, tehát az, hogy létezik az internet, az akkora hatalmat ad az embereknek, hogy itt tartunk, hogy ilyen balfaszkodás megy egész nap, mindenhol, miközben máshol szörnyűségek történnek, de bazd meg, a Marvel kapitány egy csillagot adok a picsába, mert nő, mosogasson. Tehát ez egyébként, ez a fajta felfogás, ez engem úgy fel tud idegesíteni, hogy itt emberek meg akarják mondani a másik oldalnak, hogy mi a fasz van, az és tényleg ez a film, ez semmi. Tehát az, hogy nem is akar, és, vagy hát akarni akar, de hogy semmi olyan nincs ebben a filmben, ami megosztottságot adna a közönségnek. Semmi, legalábbis én most jöttem ki, és semmi olyat nem érzek a filmmel kapcsolatban, hogy most hú, utálja a fehér férfiakat ez a filmek, hogy csak a nők, meg ő, hanem ez egy tök jó, ott van egy női szuperhős, de hogy semmi. Most kb. Mintha túl egyet néztem volna, amivel szintén nem volt semmi. Annak idején a Fekete Párduc után megértettem, hogy ott az emberek miért hőbörögnek, mert az ott tényleg ott voltak abban a filmben bizonyos témák, amiket az a film elég jól kivesézett és vitára adott okot. De a Marvel kapitányban mi van ilyen gondolat, vagy idea, vagy bármi, semmi. Ami annyi, hogy nő. És most emiatt emberek már egy csillagot osztogattak, meg azért, mert Brie Larson mond valamit, amivel tök igaza van egyébként, csak éppen a rossz végén fogják meg ezt a mondatot, és akkor ő egy femináci, hülye Marvel kapitány, és akkor hol van a film? Tehát a filmet még nem is látták pont, az emberek. Pont ez a lényeg, igen. Tehát, hogy nem is a filmről van szó, hanem a körítésről. Tehát, hogy az emberek szerintem nem is látták a filmet, de úgy fikázódnak. És figyelj, nyugodtan adjon rá egy csillagot IMDb-n, ha úgy gondolja, hogy az egy csillagot érdemlő film. Tehát az teljesen érthető lenne, nem? Tehát, hogy valóban ez a film, ez semmi olyat nem tud, amit 100 000 más Marvel film vagy DC film ne tudna. Tehát azt teljesen el tudom érteni, de az, hogy az ember a Brie Larson valamikor nyilatkozott valamit, amivel én nem értek egyet, akkor rögtön csődítem a idióta haverjaimat, és egy csillaggal lehúzzuk a filmét, ez egy óvodaszint, tehát azt ne csináljuk. Tehát ez ugyanaz, amikor a Suicide Squad kijött, és a Rotten adott rá 5%-ot, és akkor a Suicide Squad rajongók azok így követelték, hogy a Warner zárassa be a Rotten Tomatoes. Tehát, hogy komolyan ilyen világban élünk, hogy felnőtt embereknek az a legnagyobb problémája, hogy ki mit ír a filmről, amikor tényleg embereket mészárolnak Új-Zélandon, ahol kb. 2 hete voltunk, tehát hogy álljunk már meg egy pillanatra. Értem, hogy nagy a jólét a nyugati társadalomban, de azért igen. Mindenki offended mindenkire, tényleg ilyen sértődős játék van, mint az óvodában, és én meg csak hátradőlök, és nem értem, hogy az embereknek hogy lehet ennyire alacsony az inger küszöbe, hogy mindenem kiakadnak. Ákosnak igaza van, tiltsák be az interneten inkább. Hát, és akkor hogy lesz túlnap? Nem. Mindenki kapálni. Jogot kell adni mindenkinek. Kell legyen felvérés, hogy kinek van joga használni az internetet, és ha ezen a szűrőn nem megy át, akkor... És ki dönti el, hogy ki használhassa internetet, mi? Hát azt majd a túlnap. Nem, egy dolog lesz látható az interneten, a túlnap rádió. Semmi más, tehát hogy minden megszűnik. Csak minket lehet hallgatni, és... Támogatom. Fasizmus is on. Egyébként én abban egyet, tehát azt támogatom, hogy mi a filmről semmit nem lehet beszélni, még maradjunk a témánál, de szerintem inkább ezt most tegyük félre és beszéljünk magáról a filmről, mert mégiscsak azért egy filmes podcast vagyunk. Mert miért? Nem teszik a véleményed, bazd meg! Most azért, mert nem beszélünk, attól még a probléma nem múlik ám el magától. Akkor meg a problémát! Kurva anyád! Letiltalak, geci! Jó. Megbeszéltük, szóval Marvel kapitány, ugye... Dislike erre a videóra, azért ugye tudod. Jó, de úgy, hogy még fel se töltöttem, majd akkor nyom el, légy szíves. Na, első. Ki? Hagytam időt, hogy mindenki mondja még a egy szar poént, oké? Szóval ugye az Infinity War-nak a stáblista utáni jelenetén láttunk egy ilyen kis tízert, azt is imádom tényleg, az meg, hogy már azokat kell nézni, hogy megértsem a hülye folytatásokat.
hogy a Nick Fury az segélyhívást küld, miközben éppen már nincs alja, hogy akkor jöjjön a Marvel kapitány, és akkor rúgjassák be a Thanos-t. Jó, igen, és akkor ez a film pedig egy előzmény. A 90-es években játszódik, és bemutatja, hogy ki a franc ez a Marvel kapitány, és miért van ilyen hülye neve, és hogy miért az az egyetlen ember, aki is tud segíteni a bosszúállóknak, hogy a Thanos-t azt legyőzzék. Ugye, körülbelül ennyi. Erről a képregényről én semmit nem tudtam, nem is tudtam, hogy létezik ez a karakter, mielőtt bejelentették volna, és azt hittem, ez van egy paródia, hogy Marvel kapitány, tehát mi lesz a következő, a DC ezredes, vagy nem tudom, mi lesz. Egyébként... Easy Archers. Ezt most jött. És egyébként szerintem a casting az tök jó, megint fogott a Marvel egy friss, Oscar-díjas, tök tehetséges színésznőt, aki egyébként, akinek van egy stílusa, van egy karakán véleménye, amit ez esetben jobb lett volna, ha inkább magában tart, de van egy szerethető személyiség, és akkor ráépítették ezt a karaktert. Tehát szerintem ez egy tök jó casting volt, és a casting többi része is rendben van, és felbéreltek megint két indie rendezőt, ahogy azt tették már korábban sokszor, Ryan Fleck és Anne Boden, akik korábban ilyen alig látott filmeket csináltak, talán a Fél Nelson az egyetlen, amiről én hallottam, és amit félig láttam is. Zseniális, meg a Nyomás alatt is. Ez a két film, ez nekem hatalmas kedvencem. Tehát az egyik, igen, jó? Igen. Értjük? De a Fél Nelson tényleg egyébként. Igen. Szóval nem igazán értem, hogy miért őket választották, de legyen így. Kíváncsi voltam, hogy mit tudnak hozzátenni az alapanyaghoz, és hát szerintem talán mind a hárman egyetértünk abban, hogy semmit. Tehát, hogy ez a film olyan, mintha Kevin Feige rendezte volna, vagy nem tudom, a... Simon Kinberg. Igen, tehát, hogy ez a... Nagyon ügyeltek arra, hogy egy olyan beállítása legyen a filmben, amiben van szerzőiség. Tehát véletlenül se, hanem csak ez a lehető legtévéfilmesebb, szürke látványú svenkek, meg van néha egy kis, vettek egy izét, egy darút, hogy arra rárakták, és ennyi volt az egész film. Nulla egyéniséggel, halálunalom, operatőri munkával, és hát a forgatókövről majd még beszélünk, de hát azt meg szerintem nem, hát vagy nem volt megírva, vagy Simon Kinberg felelt, és David S. Goyer átnézte. Na, én összességében egyébként úgy vagyok ezzel a filmem. Az tény, hogy ez, hogy az indie rendezőkből semmit nem érzel benne, ez egy elég nagy érvágás, pláne, hogy azért az elmúlt bár hónapban, hogy pont azok a szupererős filmek voltak a jobbak, amiket valami, nem tudom én, indie hátterű valaki csinált, és egy kicsit így hagyták őket érvényesülni, úgymond. De egyébként, bocs, ez tök fura, hogy kb. Szerintem a Galaxis őrzőinél is, és a Thor Ragnaröknél is a marketing kiemelte a rendezőknek a személyét, és úgymond intenzíven részt vettek a marketingben, mint közösségi médiában, mint azt hiszem Taika Waititi csinált ilyen forgatási videókat, és azokat adta ki a Marvel, és akkor mondhatni Taika Waititivel is adták el a filmet. Itt egy kurva szó nem esett erről a két rendezőről, sőt, nem is láttam még őket, tehát ők léteznek egyáltalán? Mert... Lehet, hogy tényleg Kevin Feige volt, aki... Lehet, igen, hogy ez a szellemíró Kevin Feige, vagy Anna Boden és Ryan Fleck igazából Kevin Feige, csak nem, egyébként ez igaz, mert azért gondoljátok bele, hogy mennyire baromi nehéz lehet kiválasztani olyan rendezőt, aki elég kezdő ahhoz, hogy ne legyen nagy pofája, tehát hogy lehessen őt irányítani, de azért legyen annyi egyéni ötlete, ami pontosan illik az adott franchise-hoz, és pontosan beleilleszkedjen a Marvel univerzumba, és legyen kreatív, de legyen akkor szórakoztató is, tehát hogy ez nem lehet könnyű, és azért a Marvel mellé is lőtt, ugye például az Edgar Wright-a, aki nem illeszkedett bele ebbe az elvárt sablomba. Hát nem jutott a kompromisszumra inkább. Igen, és... Nem mondanám, hogy a Marvel a Edgar Wright-ra lőtt mellé, mert akkor lett volna kurva jó film a hangja, ha az Edgar Wright van benne. De mi a baj hogy, a Peter Reed-del? Ki a faszom az a Peter Reed? Hát a Pokolban a szerelemmel rendezője. Mi az a Pokolban a szerelemmel? Jó, ezt ne vigyük tovább, mert nagyon sok ideig fog tartani. Jó, de hogy én ezeket őszintén kérdezem. De hát, hogy amúgy ki a baj, hogy ez a...
Hogy kerülsz ide? Nem tudod, ki ez a Péter Rév? Jó. Lépjünk tovább. Tehát, hogy tényleg így hiányzott szerintem ebből a filmből ez a indie rendező, és azt egyébként szerintem a filmnek, ha van bármi egyedisége, bocsánat, akkor az mondjuk pont a Brie Larson olyan. Azt, hogy ezért szerintem ő, illetve nem tudom, hogy ez az ő saját személyisége, vagy az önállt, vagy mégis a kombi rendező instrukció. De a lényeg az, hogy maga a karakter az szerintem nem ez a nagyon tipikus női szuperhős. És jó értelemben. Tehát ugye azért a Marvel univerzumban, akik eddig voltak női karakterek, az a nem túl sok, az azért mindig egy kicsit ugyanolyan volt, azt gondolom, és azért a Brie Larson azzal, hogy így az a kicsit beszólogat, meg néha így inkább nem tudom én lazázik, de hogy nem tehát nem ilyen mértanilag kimért, hogy jó, most akkor kedvesnek kell lenni, akkor jó, most akkor egy hősies mondatot elmondok és bepózolok, jó, most akkor nem tudom én érzékeny vagyok, tehát nem ez volt, hanem kicsit emberi volt az egész. Igen, ilyen szempontból örülök, hogy ő kapott filmet, és nem a Black Widow, mert az például pont ez, hogy így ott van, de hogy amúgy semmi személyisége nincsen. Aha. De egyébként tök jó, hogy ezt mondod, Gáspár, mert pont ezt akartam is mondani, hogy Brie Larsonból viszont sugárzik az indiség, vagy nem tudom, ez hogy lehet megmondani, de hogy ő tök természetes, és ő látszik, hogy milyen filmes világból jött, és ezt a fajta színészi játékot hozza itt is, hiába egy nagy Marvel gépezet, de hogy itt azt látom, hogy itt ez a tök szimpi színésznő, és a saját eszköztárával, ami baromi baromi tehetséges a nő, és ezekkel eljátsz ezt a karaktert, és tök jól, és nem tipikusan, mint ahogy egy Scarlett Johansson a fekete özvegyet, plusz még ugye tegyük be a seg snittet az Avengersbe, ha itt semmilyen nincsen, és ez tök jó, hogy itt ez a film bármilyen Bechdel teszten átmenne, mert itt szó nincs ilyen dolgokról. Ja. Igen, és tehát, hogy én azt gondolom, hogy emiatt, vagy ez egy kicsit felhúzza a filmet, vagy ami nincs meg a rendezőktől, az megvan tőle. De az tény, hogy sajnos az viszont érződik, hogy a forgatókönyv az tényleg egy ilyen... Tehát én összefoglalni úgy tudom a filmet, hogy ez a film, ez szerintem egy korrekt film lett volna, ha mondjuk a Thor 1-jel meg a Vasember 1-jel egy időben jön ki. Így mostanra, pláne így Infinity War után azért ez így most nem, tehát hogy ennek nem itt van a Marvel univerzumban, nem itt kellett volna kijönnie, hanem tényleg 5 évvel. Igen, ez így van, abszolút. A Vasember környékén. Mert tényleg az, hogy tehát szerintem ez a film, tudom, hogy Andris nem fog ezzel egyetért, de szerintem ez egy jó film, ez egy oké film, egy korrekt Marvel eredet történet, csak amikor az Infinity War úgy ér véget, ahogy véget ért, és az a teaser benne, hogy Captain Marvel, akkor egy Captain Marvel filmtől nem egy szimpla eredet történetet várok, hanem valami többet. Mert azt gondolom, hogy egyébként az lett volna egy iszonyatosan nagyon durva dolog, hogyha ez a film kijön 10 évvel ezelőtt, és aztán így elfelejtik a karaktert, és most jön elő, tehát hogy így van egy ilyen teaser, az eszmetlen tökös dolog lett volna. Teaser? Jó. Nyilván 10 évvel ezelőtt még fogalmuk nem volt, hogy mi lesz az egész Marvel univerzum, meg hova fog menni, meg stb. De hogy ezért érzem, hogy ezt a karaktert ott el kellett volna indítani, aztán menjen el a galaktikus kalandjaira, és aztán jöjjön vissza, amikor a Thanos itt elkezd azért rendetlenkedni. Csett, igen. És az is tök jó, mert én is azt gondolom erről a filmről, hogy kérdésre nem kérdéssel kell válaszolni, viszont itt úgy érzem, hogy a kérdésre kérdéssel válaszol ez a film. Az Infinity War végén ugye belemgetik ezt a Captain Marvel-t, hogy ki lehet ő, milyen megoldás lehet, és erre jön a film, és igazából csak több kérdőjel van benned, mert
én még mindig nem értem, hogy ő miért ekkora megoldás. Jó, persze, láttuk, milyen OP lesz a film végére, de hogy ennyi? Valami árnyaltabb dolgot igen. képzeltem el, mint az, hogy ne gyak 50 űrhajót igen, és hello. Sugarat lő. Tehát, hogy okay. Igen, kb. Ez a, tényleg ez a film olyan, mint egy 90-es években készült Power Rangers mozifilm. És a maszkok is úgy néztek ki kb. Igen, de valahol bájosnak tűnt, főleg azok a Skrull maszkok, azok tök jók voltak, de hogy nekem ezzel a filmmel az a bajom, hogy ez az igazi középszer, és hogy így a jövő héten valószínűleg csak az ilyen nagyobb momentumokra fogok emlékezni, de úgy másra semmire. Tapasztalatban mondom, arra sem biztos. Igen. Brie Larson tök jó, amit beszéltünk, viszont a karakter az szerintem bődületesen fos. Tehát ahogy megvalósították ebben a filmben, nem tipikus szuperhős, ez tény, de nem éreztem szimpátiát, nem is mondom azt, hogy nem volt szimpatikus, hanem úgy, hogy egy ilyen szürke kisegér volt a saját filmvel Marvel kapitány, az szerintem fura. Nagyon furán éreztem ezt a karaktert, mert például Ben Mendelsohn karakterének sorsát jobban éltem, mint magát a Captain Marvelt. És ez nagyon fura volt így a filmben, mert én arra számítottam, mert tényleg imádom a Brie Larsont, és gondoltam, majd ő elviszi ezt a filmet, mint ahogy a legtöbb ugye castingolt szupersztár is. Elvitte, de ott volt mögötte kb. 200 kiló vas, ami lehúzta, és ő próbálkozott, éreztem, de olyan volt írva az egész karakter, mint ahogy a film is, és annyira botrányos volt a korrajza ennek a filmnek, hogy így mindent, mint amikor a szólóban fanszerviszelni akarnak, hogy így mindent bedobnak, ami 90-es évek, hogy blockbuster videóba esik, Stanley Merrett-et olvas, szólnak a 90-es évek zenét, de miért csak szólnak, semmi ok rá, hogy szóljanak, minden 90-es évek baromság bejött, és persze, hogy bele kell erőltetni Carlson ügynököt, persze, hogy Az ő volt, azt hittem a CGI valami. Igen, ő botrányosan nézett ki, viszont Samuel Jackson-t, ahogy megcsináltak, szerintem az valami zseniál. Arra ment a fény. Igen, ahogy megcsináltak rajta ezek a fénypászmák, én nagyon féltem tőle, mert a Zsivány 1-esben kínosan fos volt az egész, rossz arra a filmről ránézni, de itt valami tök jó. Az, hogy már itt tart a technika, ez félelmetes. És igazából a poénok is olyan erőltetettek. Két-három poén volt, amin úgy elmosolyodtam, de az volt a fura, hogy ültem moziba, tele volt a terem, és senki sem röhögött a film kb. Első órájáig. Utána, amikor bejött ugye a kis cica, meg a nem tudom, akkor oké, de addig így kus. Amit Kerolnak írtak, egysorosok, meg Badass-nek szánt szövegek, azok nem ütöttek. Az ilyen szintén Badass-nek szánt momentumok sem működtek, kivéve ott a végén, de ott is inkább azt éreztem, hogy ez annyira OP, hogy már nem tudok ott lenni a karakterrel, ez már egy Superman szint. És valahogy nem állt össze a film, és ez a nagyon, nagyon furán kezelt a flashback-eket is, az olyan, mintha így értettem a funkcióját, hogy hát tök jó lett volna, ha az átjön, amit akarnak a rendezők, de valahogy olyan nagyon szétesett tőle a film, és nem tetszett, és persze benne van Jude Law, ugyanazt játssza, amit a Kémben. Ó, spoiler! Hát nem tudom, ez mennyire spoiler. Leszarom amúgy, tehát nem érdekel a film. Bocs, tehát hogy lehet, hogy a hallgatókat érdekli, de akkor majd oda szúr be egy spoilert. Igen, de szerintem körülbelül a film 10. percében lelövik ezt a nagy fordulatot. Marketingben is nekem már ez úgy volt, hogy ez így lesz, de nem tudom, hogy ez mennyire... Na mindegy. Úgyhogy ez ilyen Marvel Phase 1-es film, ami baj, mert ott voltak a legszarabb Marvel filmek, itt az Amerika Kapitány, meg Thor, meg ilyenek, ez oda tehető, és ez egy Marveltől azért már többet várna az ember, és ez nem mondom, hogy rossz film, de egy unalmas, jellegtelen semmi, az biztos, és ez szomorú. Viszont Brie Larson tök jó, ha a karakter nem is, majd talán az Endgame-be valahogy fejjel tornásszák a Russo-tesók. Én az... Bocsánat. Mond. Hát, mindegy. Oké. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy az
egy megfejtés, hogy ez lehetett a cél esetleg, hogy egy picit inverse-re venni a dolgot, hogy, hogy ő, tehát, nem, tehát ez a sztori nem arról szólt, hogy a Carol Danvers az hogyan lett Captain Marvel, mint ugye a klasszik origin sztorik szoktak, hanem ez arról szólt, hogy van egy Captain Marvelünk a képességeivel, és hogy ő azt nem tudom, nyomozza, vagy arról szól a film, vagy azt próbálja kideríteni, hogy ő tulajdonképpen kicsoda egyébként, mint Carol Danvers. Csak hát ez is jó lett volna egy jobb forgatókönyv, vagy egy jobb rendező. De hogy valahol azt mondom, hogy azért ez egy picit, picit legalább lehet, hogy valami ötlet volt. Meg ugye a kezdeti témánkhoz visszatérve, én azt gondolom, hogy ez a film, ez most ugye őt övező, nem tudom én, ilyen meg olyan jó és rossz, hát nem is tudom, promóciónak, vagy botránynak, vagy minek. Tehát attól függetlenül nekem ez a film volt az, ami azt, hogy női szuperhős meg feminizmus azt egy jó módon mutatta be, mert tényleg ott volt az, hogy belemondja az arcába a Jude Law-nak, hogy nem kell neked bizonyítanom semmit, meg tele van női szereplőkkel, de mégse azt éreztem, hogy most így megmondják nagyon a tutit az arcomba, hanem így szépen volt felvezetve ez a dolog. Nem mondom, hogy a Wonder Woman nem volt jobb, ilyen szempontból is, mert jobb volt, de hogy azért tartottam attól, hogy ez ilyen olyan feminista film lesz, ami így most akkor de meg mondjuk, és akkor tényleg ez a aki nagyon vér mellette van, az akkor majd nagyon azt mondja, jó, igen, de jó, megmondtátok, aki vér ellenne van, az nagyon az lesz, jó, megint ez van, és aki meg mondjuk, nem tudom én, nem ennyire véres szájú, hanem azt mondja, hogy igen, ez a téma, ez számít, fontos, csak ne okádék módon csináljuk, az meg ült volna, hogy jó, oké. Okay. Egyet értek? Ja, akkor én is nagyjából elmondom, mit gondolok. Szerintem az a baj a filmmel egyébként, hogy ugye látni lehet, hogy lehetne sokkal jobb, mert ötlet szintjén működnek benne a dolgok, tehát az, hogy az egészet átrakták a 90-es évek egy tök jó hangulat, vagy egy tök jó ötlet, az, hogy Samuel L. Jackson egy buddy movie-t akarnak, az is tök jó, az, hogy behozza a Skrullokat, akik ilyen alakváltó idegenfaj, az is tök jó ötlet, hiszen rengeteg mindent ki lehetne belőle hozni, az, hogy a női főszereplőn keresztül mutatja be ugye ezt az előbb említett társadalmi kérdés, vagy problémát, ugye Gáspár, hogy most akkor a női emancipáció akkor valósul-e meg, hogyha nem teszünk különbséget férfi és nő között, vagy pont akkor, hogyha kiemeljük mind a két nemnek az erényeit. Ez egyébként egy érdekes kérdés, és ebben szerintem szembe megy a Wonder Woman-nel, amiben pont az van, hogy a Wonder Woman-nek a női általánosan a nőknek lőkben megjelenő jegyeket kihangsúlyozta, ugye ezt a odaadást, mások iránti nem tudom, most ezt nem tudom jól megfogalmazni. Abban az adásban szerintem jól összeraktuk. Hát ott a gyengétség megvolt, mint ahogy ebben hát a filmben nincs. Hát igen, segíteni nincs. Akarás, igen, empátia, tehát hogy ezeket, hogy ő tényleg segíteni akart az embereknek, volt benne egy ilyen vágy. Főleg ugye az a nagyon jó jelent, amikor ott a harcmezőn ő kiáll. Tehát és ilyen... is van egy hasonló egyébként. Igen. Hát a legvégén, ja. És hasonlóan erős szerintem az a jelenet. Hát sajnos ott elszenderedtem. Az baj. Jó, egyik legjobb jelenete. Igen, alapvetően, tehát az a baj szerintem, hogy itt nagyon pici ez a szám, ugye tényleg az, hogy alapvetően odafut ki a dolog, hogy ő mondja azt, hogy jó, ezek a Skrullok egyébként, spoiler következik, tehát hogy ezek a Skrullok egyébként nem rosszat akarnak, hanem őket meg kell menteni, és hogy ő az, aki segít nekik, és elmegy, és segít nekik új, nem tudom, bolygót találni. Csak ez valahogy egy picit így elveszik a előtte, nem tudom én, másfél, egy óra, háromnegyed, vagy egy és háromnegyed órányi középszerben. Igen, az megvolt, csak vártam, hogy milyen volt az a nagy ikonikus jelenet ebben a filmben. Hát amikor ott a végén abban
hogy a, minek mondták, legfelsőbb intelligencia, vagy mi az Istennel beszélget, és meg van ott kötözve, és látjuk montázsban, ahogy mindig elesik, és akkor feláll, és így sorjában látjuk, hogy különböző korszakaiban feláll, és akkor ugye megkapja az OP képességét, és az az olyan, amiről beszélek, hogy ott teljesedik be, úgymond a karakter. Na jó, nekem az a felállós az... montázs, én ott azért úgy majdnem hánytam egy kicsit, tehát az azért... Na, az pont ez a pillanata volt a filmnek, ami nem a finoman és okos módon mutatjuk be, amit akarunk, hanem az hát arcot. Hát nem, az az Illy Warface, tehát, igen. Ott azért úgy... Jó, de... ahova kifuttatták, és ahogy kifutott az egész, nekem az úgy tetszett. Na. Jó, a gondolata nem volt rossz egyébként tényleg, de na, az egy kicsit úgy hatásvadász volt. Igen. Na és hát a lényeg az egésznek az, hogy az egész film szerintem egy ilyen belem váltott ígéret szintjén van, tehát hogy nagyon felspanoltak ezekkel az elemekkel, amiket az előbb felsoroltam, de végül egyikből se tudtak kihozni semmit. És ennyit számít tényleg a rendezés meg a forgatókönyv, mert egyébként mind a kettőért ugyanazok feleltek ráadásul, és úgy tűnik, hogy nem érezték át annyira ezeket a dolgokat. Tehát nem értem, hogy miért nem szedték elő akkor már Shane Black-et, hogyha már csinált egy Vasember 3-at, simán a 90-es évek hangulatot ő szerintem tudta volna hozni, ezt a Buddy Movie részt is pláne. Tehát, hogy miért szedték elő ezt a két embert, akiknek láthatóan semmi gondolatok nem volt azon kívül a 90-es évekről, hogy blockbuster videótéka, és akkor ott játszolik egy jelet, és akkor hú, mekkora ötlet volt. A filmnek a közepe szerintem halálul unalom, tehát ott van egy ilyen 30-40 perc, amikor tényleg semmi nem történik, és Nick Fury random helyeken megjelenik, meg mond két szar poént, meg háromszor eljátszák, hogy jaj, majdnem megsérül a szeme, de végül nem, és akkor hihihi. Igen, ez volt ide egy paródia. Igen, és... Hát szerintem az egész Nick Fury egy paródia volt. Egyébként. Hát de igen, ezt akartam kérdezni titeket, de idegesített, hogy pont az ellentetje, amit eddig láttunk belőle, hát, és direkt rájátszottak, hogy ilyen igen. Szélsőséges legyen. Ez kurvára idegesített. Totál más karakter volt, tehát hogy én értem, hogy azt akarták, hogy valamiből valami lett, csak hogy ez egy más ember. Tehát, hogy nem látom a logikai kapcsolat a kettő között, hogy a bőrkabátos, kemény csávó itt meg egy ilyen idióta volt. Igen, és elvileg Nick Fury azért szereti annyira a macskákat, mert hogy az egyik forgatókönyvírónak a férje nagyon szereti a macskákat, és ezért bekerültek. Hú, az... A férfiak nagyon szeretik a macskákat, és ez tök jó lenne. Nick Furynek egy ilyen karakterje, hogy ő szereti őket. De ez is kb. Így a karaktert elsodort egy teljesen másik univerzumban, mert ez nem az... Elhiszem, hogy aki 30 évvel ezelőtt ember, az nem az az ember, aki 30 év után lesz, de hogy azért megvannak azok a karakterjegyek, ami Nick Fury, vagy ami miatt a Gáspár, vagy az András, és kb. Amit ha András egy degenerált lett volna 20 évvel ezelőtt, és most itt van, és hát, podcast. Yes. Te nem ismerted Andrást 20 évvel igen, ezelőtt. Igen, mi ez a múlt igen. Úgyhogy ez nagyon fura, hogy így akarták ábrázolni. De Carlson meg Carlson volt. Jó, hát az a két perc, amiben volt, de jó, hogy... De neki nincs személyisége, meg... tehát azt mondjuk nem volt nehéz reprodukálni. Hát igen, mondjuk ő is egy ilyen... Miért lett ekkora sztár? Ezt sose értettem, hogy Carlson, de miért lett ekkora mélyeme, vagy minek nevezzük. Az Avengers-ben volt két jelenete, de az is csak Joss Whedon miatt, hogy akkor ott a kártyáit mutogatta, meg hogy ő egy ilyen rajongó, de egyébként meg egy ilyen farcú senki, tehát hogy... Itt meg műanyag arcú volt, tehát ennyi volt a karakterfejlődés, hogy műanyagból fa lett. Jó, de azóta kapott egy sorozatot is. Ja, igen, az nem biztos nagyon jó. Igen, hát figyelj, én amúgy abból láttam, azt hiszem egy vagy másfél évadot, nem volt rossz, de szerintem ezt a Joss Whedon indította el nagyon jól, tehát nagyon, nagyon jó, meg lerakott egy olyan alapot ennek a karakternek, amiből ez kb. Azóta él. Hát igen. Tehát, hogy én egyébként bírom, mert szerintem tényleg egy tehát pont azt, hogy a Nick Fury-nek ez a kemény, megmondom a tutit, meg mindig én vagyok a góré, meg én irányítom az egész szervezetet. Pont emellé kell egy olyan figura, aki tényleg így valamit irányít bizonyos pontokon, de hogy közben meg egy ilyen tök barátságos, meg egy ilyen szerethető valaki. Hát ő a civil, igen, ő vagyunk mi, mondhatni. Ugye az Avengers-ben legalábbis ugye ez volt a karaktere. A rajongó. De ebben meg semmi, tehát, hogy ebben nem hozták át azokat a karakterjegyeket,
hanem ő csak ott ült. De itt ő volt, tehát ez akkor, tehát ő éppen kb. Bekerült ebbe az egész Shieldbe, tehát szerintem ez egy tehát én azt gondolom, hogy jó volt, hogy volt belőle, volt neki tényleg 3 jelenete kb., abból tényleg 2 az volt, hogy ő az új fiú, már itt is, és még mindig, és nem tudom. A harmadik meg az, hogy ez egy nagyon jó csávó, mert érted, látja egyből, hogy most el kell engedni őket, meg most azt kell mondani az őket üldözőknek, hogy ó, nem erre jöttek, és így ennyi. De hogy nekem pont azért, mert ennyi volt csak belőle, ez pont a helyén volt ez a 3 dolog. Hát, nem tudom, engem nagyon zavart, hogy mintha ott se lett volna, tehát hogyha belerakják, akkor kezdjenek vele valamit, de ez kb. Ezzel mutogatok a kamerába, hogy hello, én is itt vagyok, rajtam is dolgoztak, hogy fiatalabbnak nézek ki, de aztán végül nem sikerült, tehát hogy mintha nem egyeztettek volna az írók, hogy akkor mik azok a karakterjellemzők, amik Coulsonra igazak. De nem értek veled egyet, mert pont az, tehát hogy ha ott van kurva sokat, mert érted, mit tudom, mert ott van mindig a Nick Fury mellett, és nem kezdenek vele semmit a sztoriba, akkor értem, csak ez pont olyan volt, hogy pont kurva keveset volt, és pont ezért elég volt ennyi, hogy nem kezdtek vele semmit. Jó. Vagy nem kezdtek vele ennél többet, mert nekem nem hiányzott, és de jól esett azt látni, hogy jó, igen, itt van 20 évvel ezelőtt Coulson ügynök, és már itt is milyen jó csávó volt. Igen, mert ha meg nem rakják bele, akkor meg jön, hogy Coulson ügynök, akkor jönnek ezek a kommentek, hogy ő miért nincs benne, és ezt jól megkerülték, csak, ja. Nem, igen, tehát nem mondom egyébként, hogy nem lehetett volna kihagyni, mert mondjuk, ha nincs ott, akkor nincs ott, tehát, hogy szerintem az tök mindegy lett volna, csak azt gondolom, hogy abban az arányban, ahogy ő bekerült, az teljesen nem rendben volt a filmnek. Jó, nekem az volt a bajom vele, hogy nem, tehát ugyanazt játszotta, mint 20 évvel később, és nem változott semmit a karakter, igen. Tehát hogy azon már nem volt gondolatok, hogy akkor azon kívül, hogy a Coulson ott áll a képen, még mit írjunk meg neki, és szerintem ez egy lusta hozzáállás, de hát ez kultúrnak csak én gondolom így. Nem, ebben egyetértek, hogy ő ugyanaz volt, mint 30-40 év múlva az Avengers filmben. Hát, igen, és még annyit akartam mondani, hogy a zenéje a filmnek az meg ilyen, most már van egy ilyen tipikus Marvel mérce, vagy tipikus Marvel szint, és ez a tipikus Marvel szint sajnos, ami ez a meghallod, és azt mondod, hogy Harry Jackman pedig nem. Én azt hittem, itt valami újdonság lesz, mert hogy ezt egy fiatalabb Pinor Toprak török fiatalabb nő írta. Tehát, hogy ez a igen. What the fuck. Igen, itt is mérföldkőnek számít, hogy ez az első szuperhős film, aminek női zeneszerzője van. Nem mondom, hogy rossz, mert hallgattam így hazafele a zenét, de ez a amit mondok, ez a generic, mi a jó szó, ez a generic Marvel. Tipikus, ez a jó szó rá. Ez a leszedjük a show, a gyári sorról, és akkor ott ez a zene. De ez tökre tetszett, hogy így néha, amikor nem tudom, a Coulson meg a Samuel Jackson beszállt a kocsiba, akkor megszeret egy ilyen elektronikus gitár, mint a 90-es évek zsorú filmjeibe. És az a baj, hogy csak akkor szólalt meg. Tehát ha ebből lett volna több, akkor azt mondom, hogy ez egy egyedi hozzáállás, de hogy semmi. De ennyi. Ja. Nem rossz, csak mármint, hogy a film az nem rossz, csak szürke és jellegtelen, és semmilyen. Hát a végén meg ugye előjött az, ami ilyen Superman probléma, tehát hogy annyira OP a karakter, hogy nem tudod elképzelni, hogy ebben hogy mit izguljál, tehát hogy mi lesz ebben a nagy trubáj, hogy most ő már szinte tényleg egy összetetlen állapotban van, és ezt hogy fogják továbbvinni. Ugye a Man of Steel az próbálkozott, hogy ilyen emberi legyen, meg ilyen Batman Begins-es flashback-ekkel. Ugye a későbbi a Justice League-ben meg ugye csak a végén érkezett meg a Superman, de amikor megérkezett, akkor egy 2 másodperc alatt elintézte a nagy Steppenwolfot. Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy itt hogy fogják megoldani. De legjobb főgonosza. Igen. Hát, igen. És itt még Kryptoni sincs. Ja, hát a... Jó, hát azért bármit előúszott meg. Igen. Én nekem egyébként most pont most az jutott eszembe, miközben itt beszéltünk, hogy én most hirtelen egy kicsit elkezdtem tartani a Skrulloktól.
Mert hogy... Már úgy félsz tőlük, hogy... Nem, ha... Én egy Skrull vagyok valójában, ezt így elárultam. Nem, hanem attól, hogy... az a baj, hogy nem nagyon tudok képregényenek túl sokat erről a Kree-Skrull háborúról. Erről az egész, azt tudom, hogy létezik, tehát hogy ez egy nagy Marvel téma, csak nem tudom, hogy mi van benne. Az a lényeg, hogy én most attól kezdtem tartani, hogy nem lesz az, vagy ne legyen az, hogy most akkor így, nem tudom, a segükből előhúzzák, hogy jó, ez is amúgy igazából alakváltó volt, meg tudom én, meg az is. Mert most ez tehát azzal, hogy őket itt most behozták, ez nagyon egy ilyen Jolly Joker lehet, hogy most akkor innentől bármikor azt lehet mondani, hogy ja, ő egyébként 5 filmmel ezelőtt egy Skrull volt, és akkor Storno az egész. Hát én ezt nem gondolom, mert ez nagyon nagy ostobaság lenne a Marveltől, ennyire ők se hülyék, hogy ezt eljátsszák az utolsó előtti filmnél kb. Úgyhogy szerintem ez egy későbbi... Most nem, de majd később. Hát későbbi, igen, franchise, vagy a későbbi timeline-t fog felvezetni, aminek egyébként tök jó, ez a Secret War, vagy mi a fene. Ez egy nagyon jó képregény ciklus, és még azt sem mond neki ellent, hogy ugye ebben a filmben kicsit úgy retkonalták a Skrullokat, mert ugye itt kiderült, hogy ők egy hát békésebb faj, vagy hát vannak békés egyedei is, és egyébként ez a képregényekben, ha jól tudom, nem történt meg, tehát hogy ezt csak a filmekre, vagy a filmre találták ki, de azt nyilatkozta a Kevin Feige, hogy ettől függetlenül a Secret War az ugye megvalósulhat, mert nem jelenti azt, hogy minden Skrull az pozitív, ártatlan. Ez tök jó. Én nekem ez volt az egyik kedvenc momentum a filmben, vagy nem momentum, hanem hogy... Na politizáljunk, Vici. De pont egyébként ezt a úgymond aktuál politikai szállat akarom mondani, hogy ott voltak a Skrullok, mint menekültek, és a film azt mondta, hogy bazd meg, hiába néznek ki, mint egy gonosz démon, de hogy ők ártatlanok, és lehet, hogy vannak más Skrullok, akik gonoszak, de hogy őket meg kell menteni, és ők csak hazát kerestek, mert egy kibaszott háború közepébe belecsöppentek, amit nem is ők robbantottak ki, és ez totál aktuál politika, amire egy tök intelligens választ adtak, és nekem pont ez volt a pont a Marvel kapitányban, hogy őket mentette meg, és spoiler, hogy Ben Mendelsohn azon karaktere, aki egyébként a legnagyobb átbaszás ever az a casting, úgy volt felvezető, hogy ő a fő gonosz a filmben, és a film feléig igen, aztán kiderül, hogy ő csak egy családapa. És ez egy karbóba bejön a konyába. Igen, és a végén söröznek, de ez annyira szép volt számomra, az nem hülyeségben mondtam azt, hogy az ő sorsáért én aggódtam a filmben, mert az ő szála szerintem annyira átérezhető volt, és jól megírt, mármint amennyit láttunk belőle így, hogy ez egy értelmes, intelligens szál volt, amit szépen lezártak, és egy szép üzenetet mondott így a film, hogy igen, bazd meg, lehet, hogy menekültek, de nem a soros démonjai, hanem ezek menekültek, és ez egy ilyen univerzális üzenet, ami bármikor nemes célú lesz. Jöhetnek a kommentek? Igen? Ákos, menj vissza Brüsszelbe. Menj vissza. Ja. Ja, jó van. Hát még akartam valamit mondani, de én is elfejtettem, úgyhogy szerintem nagyjából így kibeszéltük a filmet, amit én bevallom őszintén nem ajánlok. Tehát, hogy szerintem nem kell megnézni, mert annyira sok új információt nem ad. Én az összes Marvel filmben, ha azt így rangsorolnám, körülbelül a bottom 5-be raknám valahol, tehát, hogy ez a Hangya 2, meg Thor 2, meg tudom, ilyen Hihetetlen Hulk, tehát hogy így azok után, mert azoknál azért jobb, de tényleg hiányzott belőle bármi tehetség, vagy kreativitás, vagy lelkesedés, amitől ez az egész élvezhető lenne. Úgyhogy ez van. De legalább egy tök szép Marvel logót kaptunk az elején. Ja, megmosolyogtam. Nagyon jó volt, igen. És kicsit felrögtem, hogy kírják, hogy thank you Stan, és így felrögtem, hogy basszus, persze, hogy megköszönik, itt kb. Ők a világuralom csúcsán vannak már ezzel a stúdióval, és ő belőle élnek meg. Ja. Nem, én egyébként elgondolkodtam, hogy
bazdmeg, azért ez mennyire túl, hogy ez, tehát hogy az, hogy tényleg nem tudom hány millió ember gyakorlatilag, tehát az, hogy, hogy a teljes Marvel stúdió az összes képregényen akármikor, akárki, aki dolgozott, akármilyen Marvel képregényen, akármiként, tehát hogy bazdmeg milliónyi embernek adott ez az egy csávó munkája gyakorlatilag, hogy ő így, így kitalált ilyen szép figurákat, és itt van, nem tudom én, hány évtizeddel később itt vagyunk, és hogy érted, most, most megint a filmekkel megint azért dollár, nem tudom, milliókat, milliárdokat kaszálnak, és egy embertelen mennyiségű munkát teremt, meg, meg megélhetést teremt, azt, hogy ez egy, egy csávó, és tényleg, amikor egy emberre vissza tudod vezetni, hogy, hogy ki az, aki miatt az egész van, azért úgy, ott úgy... Felfoghatatlan. Az nagyon durva. Ja. Na, oké, lépjünk tovább. Egy isten van. Ja. Még el akartam sütni egy rettenetes szóvicset a Brie Larson nevével, de szerintem ezt így nem kell mindet kimondani, amit, amit gondolunk. Ez annyira, annyira utálom ezt. Annyira utálom. Ez a bármikor, bármikor bemondhatod, hogy most nem mondtam két szart szót. Hát akkor Brie Larsonnal majd legközelebb a pajkos póni fogadóban fogunk találkozni. Hiszen Brie-ben. Ez tényleg nem kell tudni. Tartalékolhattad volna a Gyűrűk Ura adást. Ja. Igen. De akkor már nem fogok emlékezni erre a filmre, úgyhogy szerintem itt nem, de te a szarpoinodra, igen. Na, jó, akkor kicsit átadom a szót, bár én is láttam a Rontó Ralph 1-2-t, de az elsőt nagyon régen, a kettőt pedig hát kitörölt az agyam, mert akkor a csalódás volt. Szerintem erről, ezekről rövidebben lehet beszélni. Akkor én csak egy mondatban mondom, hogy ezek tök jó filmek lettek volna, hogyha Phil Lord és Chris Miller írják és rendezik, így csak egy gyenge közepes szintet tudtak elérni nálam. Abszolút egyetértek. Jó, akkor menjünk tovább. Kész. Én az első részt ezt egyébként elkezdtem nézni annó, és aztán valahogy így, nem tudom, tényleg ez az este későn, mit tudom én, így félbehagytam, és aztán soha nem folytattam, mert így és aztán most a repülőn így megnéztem is mind a kettőt, és hát tényleg az, hogy ilyen bleh. A második rész azt szerintem valamivel jobb, de még nem akarok előre ugrani, mert az első rész az így, nem tudom, így egész jól indul, de aztán ilyen semmilyen lesz az egész, az, hogy most ugye ő a rossz fiú az ő játékába, ugye a Ralph, és aztán ő onnan emiatt nem tudom, ki akar törni, és egy másik játékban meg segít a kislánynak, aki ott cukiskodik, és ő megvalósítani akar, és így kb. Ennyi. Ez az elején egy jó, nem tudom, olyan 20 perc, meg a végén talán egy 10, és a kettő között meg ilyen semmi se történik. És annyira, ami még nagyon-nagyon idegesített, az az, hogy ez a félig meddig vannak meg a játéklicenszek, tehát olyan, mintha a Ready Player One az ilyen 50%-on pörgött volna. Mert hogy így tökre jó, hogy ott van a Pac-Man, meg ott van a Zangief, meg ott vannak a tömegkicsodák, de tehát még azt elbírtam volna, hogy mondjuk a főhős az egy fiktív valaki, de hogy így ott van ezekből három, és aztán amúgy meg egy ilyen tök fiktív ez a Candy-rás, vagy mi a Isten volt ez a autóversenyes játéka, tehát hogy ez is egy ilyen bocsánat, ez is egy ilyen csak erre kitalált baromság, és aztán a második részben volt ez a csúcson, amikor bemennek ugye az internetbe, ahol tök jó, hogy így látod, hogy ilyen Twitter madárkák ott csacsognak, ami egy marha jó, meg ott van a kurva egy Google az egésznek a közepén, de aztán nem a Google-el keresnek, hanem ezzel a, tudom én, idióta karakterrel, ami egy ilyen, tehát látod, hogy az a Google bazd meg, tehát ez amikor a pókember a Bingbe írja be a keres, ez a kategória volt, és tudom, ez annyira ilyen Nem fér bele a költségvetésbe az már. Jó, csak akkor legyen az egész fiktív, érted? Ja, aha.
mert ilyenkor kell azt csinálni, amit én viszont nagyon-nagyon szeretek, hogy ilyen egyértelműen koppintás. Mármint ugye, amikor érted, hogy tudod pontosan, hogy ez mi, minek a koppintása, de ilyen direkt trash módon pont annyira más, hogy ne ugyanaz legyen. Samsung helyett Simpsons, ilyenre gondolsz? Hogy nehéz ezt megfogalmazni. Van nekem egy kiváló kártyajátékom, az Starflux névre hallgat, aminek semmi science fiction licenc nincs meg. Pontosan tudom, hogy melyik micsoda. Ja, érted. Tehát, hogy annyira érzed, hogy igen, értem, hogy ez a Dr. Who most attól, hogy mit tudom én, minek hívod. Meg értem, hogy ez egy fénykard, akkor is, hogyha nem tudom, lézerszabjának hívod, vagy... Tehát, hogy ilyen pontosan értem, hogy mi történik. És itt is szerintem vagy ez kellett volna, vagy akkor már pedig tényleg megyek meg az összes jogot, és akkor a Google-be keresenek, bazen, ne a Tommy volt, na, knows more, vagy francia. Ja, az az, igen. Azt sem tudom, hogy amúgy ez egy létező valami el, vagy... Elvileg én úgy tudom, hogy a Google helyet használták, de nem létezik, de most lehet hülyeséget mondom, de mint ezt hallottam volna annak idején. Mindegy, nem használtak. Meg ugye a YouTube helyett is, ami báz... Ja, na az, igen, az meg a másik, hogy ugyanúgy ott van a YouTube-ot, és szerintem látjuk, vagy ha nem, akkor, tehát hogy ugyanúgy Google cég, tehát látni kéne, vagy lehetne. Volt YouTube. És akkor egy... Na, de csak mutatva, de nem oda töltötte fel, ami igen. Ugye a történet szempontjából nem volt YouTube, az csak egy áldomás volt, de Ralph máshova töltötte fel, ami, tehát ha már kimondják, akkor meg gondolom jogdíjat kell fizetni, vagy ha használják történet szempontjából, de csak ott van a háttérben, gondolom az olcsóbban meg lehet fizetni, hogy akkor hát ott van, de igen, csak érted, amikor a filmnek a kvázi mögöttes tartalma valahol az pont az, hogy mai internetes trend, vagy azt figurázzuk, hogy a mai internetes trendek, akkor az meg legyen már ott a YouTube, tehát akkor ne a BuzzTube-ra töltsék fel, mert... De egyébként, hogy a filmről is, nekem az volt a bajom a második résszel, hogy tök kreatív. Nekem annyira ezek nem volt, sőt nem volt semennyire gond, most így, hogy mondod, oké, persze, így vicces, de hogy a kreativitást illeti, az tök jó, ha folytatni akarják, akkor tényleg jó felementek, hogy akkor most felmennek az internetre, és akkor ezt kihasználják, ezt tök jó kihasználták, ezt úgy mondom, hogy az emoji filmet is láttam, és azóta is szenvedek, és ott valami... katasztrofális reklámparádé volt, itt nem éreztem reklámparádénak, és nagyon vicces volt, ahogy néhány dolgot úgymond leegyszerűsítettek gyerekeknek, például ugye a Dark Web, ami szerintem még így is durva volt gyerekeknek, hogy azt ábrázolták. Viszont nekem az volt a legnagyobb bajom, ja, és még annyi, hogy pozitívum, hogy a film üzenete, ahova kifut a történet, az szerintem nagyon érett és intelligens. De... Mi volt a vége, mert nem emlékszem. Hát most spoiler, hogy ugye rá felengedi Venelope kezét, és végül is a két barát útjai így nem egymás mellett mennek, hanem egyik abban a világban, másik abban, és az, hogy tényleg van, amikor el kell engedni egy barát kezét, wow, egy Disney filmben nem ezt vártam, oké, de a baj az, hogy annyira folytatásszagú, és akár ugye a Lego Kaland 2-ről most nem beszélünk, mert annak is pont ez a baja, hogy az lesz, amivé nem akar válni. Ebben a filmben is kimondják, ugye, hogy poénkodnak ezzel a Disney dallal, hogy minden szereplőnek van egy Disney dala, és akkor végül is van egy Disney dal arról, hogy ez a legszarabb Disney dal, vagy valami ilyesmi, de közben meg átesik a ló túloldalára, hogy az lesz, amivel poénkodik, és az, hogy a Disney hercegnők benne vannak, meg hogy ilyen Avengers szinten végén így akcióznak, ez nekem már így a kicsit olyan meta csömöröm van, vagy nem tudom mi erre jó szó, de hogy a Deadpool óta ezt annyira túltolták, hogy különböző rajzfilmekbe, filmekbe szóljunk ki, és hozzunk bele mémeket, meg mit tudom én, és legyen egy ilyen popkulturális parádé, hogy ez már így nekem fárasztó, és a film második felére annyira lefáradtam, és amikor már ott úgy egyesült a sok Ralph egymással, és ez volt úgymond a finálé, akkor én már így nem voltam ott a filmben, és valahogy elengedte a kezem, vagy én engedtem el a film kezét, mert azt mondtam, hogy ez tök jó, kreatív, meg minden, de hogy
ez már nekem sok, és nem tudom, hogy gyerekek számára ez mennyire sok vagy nem sok, de hogy kicsit olyan nem tudom, mi a jössz, de az első részben is ezt éreztem, hogy az is ilyen tök jó film, de hogy úgy a Disney filmek között sem emlegetném a legjobbak között, sőt, még ugye a top listába se tenném bele, mert ez a megnézed, úgy jól érzed magad, most az első részről beszélek, de és ennyi. És a második rész, az meg ennek a második része, és most minden negatív értelemmel együtt mondom ezt, hogy tényleg túltoltak benne mindent, és ez nekem nem tetszett. Viszont amit, ahogy meg tovább vitték, azt tök kreatívan oldották meg, tehát nekem ilyen nagyon ambivalens volt, de végül azt mondom, hogy ez egy ilyen oké film. És ennyi. Fura, hogy ezt a túltalást mondod, mert én pont inkább azt éreztem, hogy egy kicsit ilyen semmilyen volt, tehát hogy így lehetett volna kurva jó dolgokat kihozni, meg igazából azért ez a videós vonal, ez a kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy társadalomkritika, de hogy ez a netkultúra kritika szerintem tök jó volt, csak csak így még ezt azért lehetett volna továbbvinni, én ezt igen. Ezt éreztem, hogy lehetett volna valahogy. Tényleg bazdok, oda kellett volna adni a Chris Millernek, meg a Lordnek, és akkor lett volna ez. Én azt gondolom, bocsánat, hogy megszólalok, hogy ha nem készültek volna el azok a Lord Chris Miller filmek, akkor sokkal jobbnak tartanánk ezt a Wreck-It Ralphot, mert azok kicsit úgy elkényeztettek minket, hogy lehet kurva vicces filmet csinálni, aminek van üzenete, és igényesen van megcsinálva. Tehát, hogy nem mondanám, hogy elájulnánk a Wreck-It Ralph-tól, viszont sokkal elnézőbbek lennénk, mert tetszenének ezek az elemek, amik egyébként ott vannak, tehát, hogy vannak ilyen filoldos poénok, csak mondjuk nem 10 darab van percenként, hanem 10 percenként van egy. Hát nézzétek meg majd a Lego Kanat 2-t aztán. Kínos. De tényleg, én most nem ügyességben mondom, szerintem a Wreck-It Ralph 2 totál ugyanaz, mint a Lego Kanat 2. A Lego Kanat 2 talán valamivel jobb, ott nem fáradtam el a végére, de ugyanaz a áttesünk a ló túloldalára, poénkodunk azzal, amivé válik a film, és nem veszi észre a film, hogy azzá vált, amivel poénkodik. Tehát ez nekem annyira fáj, hogy így abban is poénkodnak, hogy na még egy zenés betét, így kiszól Batman, és akkor ebből van legalább 4, és egy ilyen Disney musicalé válik, mint ahogy itt is, azzá válik, amit fikáz, meg így kiszól, és így katyvasz lesz. Én azt mondom, hogy itt kettőből egy rész kellett volna, és pont. Én szeretném azt hinni, hogy azért lett gyengébb a Lego Kaland 2, mert úgy gondolom egy időbe készült a Spider-Verse-el, és akkor arra tették a több kreatív energiát. De igen, és most azt mondom, gyengébb lett, de még így is egy nagyon jó animációs film, sokkal jobb, mint a Wreck-It Ralph, csak totál ugyanazok a gyermekbetegségei vannak, mint a Wreck-It Ralph-nak. Jaj, tehát tök kicsit jó. Túl self-aware. Igen. Hogy szép magyarul mondjuk. Jó. Igen, ez túl magyar viszont. Wreck-It Ralph lesz 3? Hát nem. Nem jelentettek be semmilyet. Pénzügyi sikere a film? Azt tudjátok esetleg, hogy mennyit az? Most nem az. Jó, akkor amíg kiguglizom, addig én folytatom, úgyhogy nem én fogom kiguglizni. A Haunting of Hill House című sorozatról szeretnék nagyon gyorsan beszámolni, ugyanis a YouTube ezt csak én láttam végig. Ákos látott belőle még pár epizódot, ugye? Igen, de nem folytattam, mert valahogy nem vitt magával még, de majd amikor folytatom. Ez egy regény adaptáció. Shirley Jackson, azt hiszem így hívják a regénynek a szerzőit, 59-ben írta, tehát egy elég régi horror regénynek az adaptációja, és Mike Flanagan írta, és rendezte is az epizódoknak a nagy részét, 10 epizódos egyébként a cucc. Mike Flanaganről annyit érdemes tudni, hogy az elmúlt évek egyik legígéretesebb horror rendezője, ő rendezte ugye a Stephen King adaptáció Gerald's Game-et, Bill Lynchben volt, azt hiszem a magyar címe, illetve ő rendezte a Hush-t, az Oculus-t és a HTC Vive-ot, nem? ez nagyon szar volt. Ezt értette valaki egyébként? Vagy? Igen, VR. Igen.
Mind a két kollégád értette, aki hallgattak minket. Vagy nem hallottam a hahotázást, de biztos annyira nevettetek, hogy nem bírtatok megszólalni. Igen. Le volt a névit, bocs. Kösz. Szóval egy nagyon-nagyon jó rendező, szerintem pontosan azért, mert van egy olyan stílusa, ami sokkal kifinomultabb, mint például James Wan. A stílus. Tehát a James Wan az így arcba tolja a jumpscare-eket. Tehát ő nem finomkodik. Egyiknek van stílusa. Másik James Wan, igen. Egyiknek van stílusa, másik Mike Flanagan. Igen, erre próbáltam. Ja, bocs, oké, leesett. Jó, olyan jó, hogy ugyanazt a szarpoint próbáltak megfogalmazni, és egyikötöknek se sikerül. Igen, igen. Akkor próbáld meg, okos tojás. Én direkt nem. Ja, persze, jó. Azért valakinek nem árt a műsor színvonalát megtartani valaha. Mm-hmm. Jó. Szóval... Van vagy Flanagan? Van egy pont, amikor meg kell állni. Te ezt átlépted ezt. Ugye, most már te is érzed? Mm, igen, igen. Én is. Na, akkor jegyezd meg, hogy most mit érzel, és... Jó, én csak most kapcsolok négyesbe. Nagyon jó. Bár itt is jelentsen. Na, szóval folytatnám, tehát... Ugyéken így mondjuk. Okay. Mondja csak. Szerintem, hogy a répcelaki GDP az magasabb, mint a budapesti, de ezt most hagyjuk. Igen. Ilyen széndioxid gyár, vagy nem tudom, mi van ott. Igen. Ott gyártják a széndioxidot. Szénmonoxid. Ott lehelik ki az emberek a széndioxidot, amit én beszívok. Na, szóval... Mike Flanagan, tehát ő vállalta a feladatot, hogy egy 10 részes sorozatot rendez a Netflixnek, és nagyon-nagyon jól tette, ugyanis ez olyan, mintha egy Stephen King regénynek a tökéletes adaptációt láthatnám, és végre valahára összetettem a két kezem, hogyha ez az ember rendezhetne még Stephen Kinget, az mennyire király lenne, és imái meghallgatást találtak, ugyanis ő rendezi a Doctor Sleep című filmet, ami pedig nem más, mint a ragyogásnak a folytatása. Ugye Stephen King megírta, nem tudom, 40 évvel a ragyogás után a folytatást, ami elvileg nem is lett rossz, és Mike Flanagan fogja rendezni, idén jön egyébként, és jövő McGregor lesz a főszereplő. Úgyhogy nagyon ígéretes lesz ez a cucc. Ezt a Jack Nicholson fiatal korában? Ő nem a fiát játsz? De ő a kis srácot, hogy hívják, Danny. Danny ja, felnővel, de... tehát ő lesz a Ewan McGregor. Hát Jack Nicholson már maximum valami zombit tudna szegény eljátszani. Nem is tudom, hogy ő színészkedik-e egyáltalán még bárhol. Nem, nyugdíjba ment. Most majdnem visszajött azzal a német film adaptációval, amit Amerikába akartak remake-elni, mit eszembe a cél, pedig szeretem azt. Nem mindegy, Tony Erdmann, igen. Azzal majdnem vissza, vagy hát vissza is tért volna, csak valamiért lefújták azt a filmet, úgyhogy marad a, nem tudom, Hawaii-n és sütteti a nagy hasát. Amúgy azt olvastam, hogy lehet, hogy valami Alzheimer, tehát hogy valami betegsége van, tehát hogy azért se vállal más szerepet, tehát hogy már valami nagy baj van. Szomorú minden esetre, tehát a Haunting of Hill House azoknak tudnám ajánlani, akik szeretik a kísértett horror sztorikat, de viszont azokat, amik nem arról szólnak tényleg, hogy két percenként egy ilyen zombi a nyakadba ugrik, és feltolják a hangerőt a szintetizátoron, hanem nagyon visszafogottan, nagyon finom eszközökkel sejtetve, és a nagybetűs hangulatot az előtérbe helyezve próbálja Flanagan ránkozni a frászt, ami egyébként sikerül, nem nagyon sokszor, de azért sikerül. Itt is előkerül egy olyasmi figura, mint a Moonlight Man volt a Gerard's Game-be, aki itt még mindig látok néha a szobám sarkán, így amikor felkelek hajnali kettőkor, nem egy annyira jó élmény, de pont ezekben erős nagyon a Flanagan, hogy olyan képeket tud teremteni, amik így a bőröd alá bekúsznak. Nem tudom, emlékeztek arra a Moonlight Man-re, de tök király ötlet volt. Ő egyébként hasonló, legalábbis az a stílus, amivel Flanagan csinálja ezeket a dolgokat, mint az örökségbe, amikor ugye csak úgy fekszik a srác, és ott van felette a nő. Hogy ez is olyan, hogy ott van, de hogy úgy nem az, hogy ott van, hanem hogy csak ott van. Igen. És ezt imádom az ő stílusában, hogy mindig csak így ott van a háttérben valami, és megmozdul, de nem, semmi különös. Így van. Tehát ebbe is nagyon erős, és ugyanakkor meg tök jó a színészvezetése, tök jól bánik a karakterekkel. Az egész film tényleg olyan, mint például az című regény, hogy két idősíkon játszódik, egyik idősíkban a főszereplők azok gyerekek,
ha jól emlékszem, akkor 5 fős testvérpár a főszereplője. Ugye ők élnek ebben a Hill House-ban, ahol az apuka és az anyukával azért költöztek be, mert az apuka abból él, hogy ilyen régi házakat felújít, aztán eladják. És az apukát egyébként a Dean Thomas játssza, aki ugye a Elliot volt az E.T.-ben, meg szerepelt a Gerald's Game-be is, mint a pedofil apuka. Egy nagyon furcsa, de nagyon jó szerepben. Az anyát... A Harry Potterben is voltam. Most próbáld behozni a hátrányt, és szerintem sikerült, tehát, hogy itt meg is állhatsz. Igen. Szóval az anyukát pedig Carla Gugino alakítja, aki szintén a Gerard's Game-be szerepelt, tehát Mike Flanagan szereti újra hasznosítani a színészeit, és nem szeret profession.hu-t olvasgatni, vagy olyan kit lehetne felvenni. Kis Alföld. Igen. Igen. Fú, benne. Jó. Tehát azért hasonlít az azra, mert ugye váltogatja folyamatosan az idősíkokat, és ezek a gyerekek... Arra. Úgy mondják szép, hogy arra. Igen, azért hasonlít arra, mert a felnőtt korukat folyamatosan keresztbe vágja, vagy rávágja a gyerekkorukkal. Igen, insert the joke here. És ugyanez a megközelítés érvényes az Azt című regényben is, úgyhogy a Stephen King rajongóknak is tudnám ajánlani. A gyerekszereplők azok brutáljók, tehát nem tudom, mikor láttam utoljára ennyire jól válogatott szereplőket, akik nem csak, hogy ugye hitelesen adják elő a szöveget, meg jelbe állnak, meg fénybe állnak, meg blablabla, bla, bla, hanem hasonlítanak is egyébként azokra a színészekre, akik időskorban alakítják őket, tehát teljesen érthető a váltás, amikor az egyik szereplőről átváltunk ugye az időskori szereplőre, mert nagyon-nagyon ügyesen kasztingolták be őket. A sorozat egyébként nagyon-nagyon lassan bontakozik ki, tehát az első 5 rész, az konkrétan az 5 karakternek az életét mutatja be, de ezt mind úgy természetesen, hogy nem így flashback, hogy megszületett, elvágják a köldögzsinort, és akkor rácsapnak a seggére, tehát nem így, hanem hogy folyamatosan bontakozik ki a karakter a különböző idősíkokban, és ezáltal áll össze maga a rejtély, ami viszonylag érdekes, tehát konkrétan az egésznek a kiinduló pontja, hogy a Hill House-ban ugye furcsa dolgok történtek folyamatosan. Az egyik gyerek a szellemet látott, a másiknak volt egy kitalált barátja, a harmadik majdnem kinyírta magát, blablabla, bla, bla, és ez az anyára is kezd rátelepedni, és egyik éjjel az anya az hát meg akarja ölni a gyerekeket, az apuka elmenekíti őket, az anya pedig öngyilkos lesz. És ugye ezt a gyerekkori traumát próbálják feldolgozni a gyerekek, viszont felnőve a legfiatalabb lány is öngyilkos lesz, és ezáltal vissza kell térniük a Hill House-ba, és meg kell fejteniük, hogy mégis mi történik itt. És nagyon lassan bontakozik ki a történet, viszont mindezt nagyon ügyesen ábrázolja a rendező, hogy a fokozatos megőrülés, hogy próbálják racionálisan bemagyarázni maguknak, hogy ami történik, az csak képzelgés, az csak a lelki traumának az eredménye, viszont hogy jönnek rá aztán mégis arra, hogy lehet, hogy itt tényleg van valami természetfeletti. Ez is olyan Stephen King-es egyébként, aki próbálja ezt az arányt megtartani, hogy egyszerre legyen racionális magyarázat is, de ugyanakkor legyen ott a természetfeletti is. Van még egy nagyon-nagyon jó rész, amiben egyetlen egy snitt az egész, illetve hát a nagy része egyetlen egy snitt, egy temetés ravatalozójának az előestéje, ahol összegyűlik a család, és ott látjuk egyetlen egy snitten belül, ahogy hát mindenki egymásnak esik olyan éjjel-nappal Budapestesen, mindenki ordibál egymással, meg vérverejték könnyek, majd szépen a kamera tovasiklik, átmegy egy folyosón, és a folyosó túloldalán visszaérkezünk a Hill House-ba, ahol immár a gyerekszereplőket látjuk, akiknél szintén van valami konfliktus, ott azok is összevesznek, majd a kamera megint tovább siklik, felmegy egy lépcsőbe, vagy egy szobába, és visszaérkezünk a ravatalozóba, tehát iszonyatosan ügyesen és okosan meg van csinálva ez, mind operatőrileg, mind rendezésileg, mind színészileg, tehát bravúros az egész jelenet, szerintem már azt megéri megnézni. Már most csorog a nyálam egyébként, eddig el akartam jutni, mert hallottam, hogy az ilyen tévétörténelem, amit itt csináltak, vagy hát közel van a tévétörténelemhez, de ez így elmondva még jobb, mert nem tudtam, mi van ebben
ebben a részben. És akkor nem öncélú, az a jó, tehát hogy nem azt érzed, hogy itt most a Mike Flanagan veri a Brayt, hogy én ilyet is tudok csinálni, kap be Alfonso Cuarón, hanem hogy ténylegesen van súlya ennek, hogy ilyen szorosan összekapcsolja ezt a két korszakot, úgyhogy baromi jó. Az egyetlen kis negatív, amit el tudok mondani a sorozatról, a vége az egy pici csalódás, tehát az utolsó rész az azt gondolom, hogy nem lett rossz, meg így oké volt, meg voltak benne kicsit ilyen losztos mindfuck jelenetek, amik tényleg visszaidézték a legjobb korszakait a losznak, amikor nem tud eldönteni most mi a francot nézel éppen, és hogy ezre hogy lehet magyarázatot kapni, de valahogy az egészből végül nem sül ki annyi, mint amennyi lehetett volna, de összességében így is ajánlom a Haunting of Hill House-t. Nem tudom, készül a második évad, én szeretném, ha ne készüljön. Jó. De mi a francnak? Tehát, hogy tényleg nem lehet már új sorozatot nézni, hogy egy évad? Tehát, hogy én nagyon kevés sorozatot nézek, mert pontosan azért, mert nem akarok semmit belekezdeni, mert tudom, hogy úgysem fogom tudni végignézni. Végre találtam ezt a szart, hogy egy évad, tíz rész, letudom, kipipálva, de nem, muszáj folytatni. Ugyanez igaz a Big Little Lies-ra, és az is készül, pedig mi a francnak? Hát de ha ezt antológia sorozatként adják el, az jó is lehet, nem? Végül hát ha így van, akkor oké, de ha ezt a történetet folytatják, akkor az szerintem hülyeség, mert ez egy kerek lezárt sztori. Tessék, itt van Season 2 will explore an entirely new ghost ridden house in Season 2. Tehát akkor igazából egy új megszállt házban leszünk. Úgyhogy nem, szerintem azt is el lehet kezdeni. Akkor majd lehet úgy, hogy második évaddal kezdesz, vagy első évaddal. Ja. Egyébként én azt akartam mondani, hogy nekem egy nagy negatívum van két-három rész után már. Az egyik főszereplő csávó, ugye a Dario Naharis, engem az a csávó úgy fel tud baszni. Tehát nem tudom, szegény semmit nem csinál, csak egyszerűen nem szeretem, ha képernyőn van. Oh. Olyan ellenszenves nekem az a fickó, ahogy játszik bármilyen filmben, amiben láttam, mindig utáltam. Pedig tényleg szegény semmit nem csinál, csak nem szimpatikus ember nekem. És amikor van egy ilyen színész egy bármiben, filmben, sorozatban, akkor az úgy eléggé le tudja vinni a színvonalat, szerintem. Biztos nektek is van ilyen, meg a hallgatóknak is. Igen. Nekem egy másik szereplő volt ebben a filmben, a drogos, aki kicsit idegesített, de hát... Ott viszont a gyerek vagy hát a gyerek, aki... Vagy hát, na, a kisgyerek, a drogos, vagy... A drogos kisgyerek. Na, ő viszont rohadt jó. Rohadt jó. Tehát ő az a szemüveges, nem? Igen. Na, ő... De az összes gyerek szereplő zseniális, a kislány is, az ikerpár, a legidősebb gyerek, tehát mindenki nagyon-nagyon jó, úgyhogy tényleg megéri az egész sorozat. Vannak benne tényleg kicsit lassabb részek, meg olyan egy helyben toporgunk egy ideig, de mindig bedob egy-két olyan para jelenetet, meg ijesztést, amire azt mondom, hogy na hát ezért megérte leforgatni. Ennyi. Én folytatni fogom. Ja, majd egyszer. Nekem meg majd elmesélheted a végét. De nem jumpscare-es, nem? Mert ugye hát én legalábbis nem vettem észre. Hát most azért egyébként, azért van. Tehát azt nem mondám, hogy nincs. Nem. Tehát, hogy van egy-két olcsó jumpscare, csak nem mindegy, hogy ezt egy kétórás filmben sűrítik bele, vagy egy tízórásba. Tehát szerintem van kb. 3-4, de nagy része ez nem annyira para. Néha sajnos van CGI, amit nem ugye nem szeretek horrorokban, tehát amikor CGI szörny van, tehát ez minek? Tehát úgy is tudjuk, hogy nincs ott sokkal parább egy maszk. Nagy rész szerencsére maszkokat használnak, tehát színészeket öltöztetnek be, vagy nem tudom, ráraknak egy takarót, de már attól fosol, tehát hogy sokkal ijesztőbb, mint a CGI szellemek szerintem. Illetve tök jó lett volna, hogyha Mike Flanagan rendezi az azt, de így se lett rossz egyébként a végeredményt, tehát azt kell mondjam, hogy pozitívan csalódtam a Andrés Muschietti-ben, csak Flanagan szerintem még annál is jobbat ott van a csinálni, úgyhogy hát majd max a remake 30 év múlva. Hát Flanagan szerintem még fog szállítani nagy horror klasszikusokat Stephen King adaptációkat. Például a Rémkoppantók, egyik legrosszabb regény, amit életemben olvastam. Igen, ezt nagyon várjuk. Mi az eredeti címe? Tommy Knockers. Ez valami mondókának egyébként egy része. Tehát, hogy... Elképzelem, hogy majd megjelenik az előzetes a mozikban, és rémkoppantók. Hamas, nem azért.
Igen. Jó. 18 éve felül számára, vagy aluliak számára nem olyan. Hát viszont élt valaha egy rémkoppantó, Michael Jackson, aki... ...ről a következő... Ez... Jó? Nem tudom eldönteni, hogy ez a évszázad szegvéje volt, vagy az évszázad a legrosszabb. Szó vicce. Hát ez egy megosztó, mint a Last Jedi, tehát ez egy megosztó volt. Ezt kell mondjam. Nem, a Last Jedi szar volt. Pont. Ákos, mit mondasz erre? Inkább semmit. Már készül a 2 órás videó eszém. Ez az. Csak arra jelentő, amikor a Huxot felhívja a Oscar Isaac, ugye? Igen. Your mama joke. Igen, az a Star Wars anyázás lesz az eszém címe, és közben majd a végén, vagy hát úgy fog kezdődni forgáspár. Én a doktorimat az a tehénfejős jelentről fogom írni, amikor Mark Hamill megfejli azt az űrtehenet, egy ilyen 120 oldalas elemző. Ez valami nagyobb benne maradt az emberekbe, tehát múltkor beszélgettem én totál random valakivel, és így valami feljött a Last Jedi, és beszélünk Star Wars, blablabla, mondom, de a Last Jedi azért jó. Tehát abban van ez a fejős jelenet, nem? Igen, de most mi az a jelenet? Tehát ez 10 másodperc, és mindenki azt hozza fel. De most nem akarok erről beszélni, csak ez így fura. Ákos, ez megnyugtat, én nem emlékszem rá. Na jó, oké. Okay. Ezért lesz az eszé. Arra viszont emlékszem, hogy a film amúgy szar, de mondjuk legalább a tehénfejésre nem emlékszem. Szerintem azért az volt, egyébként csinálhatnánk majd egyszer egy ilyen Last Jedi retrospektív adás, mert... Jaj, ne! 5 év múlva félsz még mi? Egy kalapszare? Félsz mi? Jönnek a dislike-ok. Hát vagy már pont, hogy ezzel generálnánk ugye a hallgatottságot, mert az a durva, hogy ez a film, tehát ilyen film nem volt, ami még másfél éve később is ugyanaz a téma, tehát az emberek képtelenek tovább lépni a Last Jedi-on, bármilyen cikk van az IGN-en, valaki mindig beírja, hogy a Last Jedi szar, tehát, hogy ez egy ilyen Jolly Joker. De meg, nem lehet tovább... Meggyalázta a Star Wars-t. Tehát, hogy baszki, ez egy film. Nem történt igen, semmi. És akkor jönnek a kommentek, hogy hát már felértékelődött a prequel, mert jöttek ezek a szennyek. Kinek értékelődött fel az a 2 fos film? Most komolyan 2 szörnyű filmről beszélünk, és azok valakinek felértékelődtek? Hát, aki akkor volt gyerek, annak igen. Tehát, hogy... Én is akkor voltam gyerek, de mégis fos filmek azok. Hát, tehát... Jó, mert neked van intelligenciád, de ez egy más dolog. Most... Igen. Hát... De ugyanakkor azt mondja, hogy elasszodál, jó, úgyhogy... Jó, Gáspár... Igen. Van intelligenciám. Jó, akkor beszéljetek a Michael Jacksonról. Hát egyébként az is egy komoly téma lesz, nem tudom, majd kíváncsi leszek a véleményedre, hiába némítottad le magad, mert ez is egy olyan téma, amiről rengeteget lehet beszélni. Ugye arról, hogyha megvádolsz valakit valamivel, akkor mi van? Most ezt is szépen kifejtettem. Tehát, hogy először is jogilag, illetve erkölcsileg rendben van-e, hogy ez a film 10 éve Michael Jackson halála után jött ki, és azt állítja, hogy Michael Jackson pedofil. Ugyanis 2 férfi a fő interjú alany, akiket gyerekkorúban Michael Jackson ugye felhozott a színpadra, csomószor felléptek együtt, vitte őket ide-oda, és bevallják, hogy amúgy molesztálta őket gyerekként. Voltak szexuális aktusaik, akár 5-6-7-8 évig tartotta a viszony. És ezt így lehet-e erkölcsileg, és ugye a kedvenc helyem az Index kommentek, tehát az internet pöcegödrét át, eddig az Origo komment szekciója volt a pöcegödör, de aztán megszűnt a filmklub, úgyhogy most az Index Facebookos kommentek a kedvenceim, és oda tényleg az aljanép okát be mindent, és ugye ők leginkább azzal érvelnek, hogy mekkora buzi pénzhajhász ez a 2 csávó, hogy akkor támadja a Jacksont, amikor már nem tud védekezni. És hát igen. Ugye erre én azt mondanám, hogy oké, ez még így elfogadható is lenne, de egyébként ezer is egy oka van, hogy miért most álltak elő ezzel, és erre majd ki is fogunk térni, az egyik leghatásosabb jelenet volt szerintem, amikor ezt elmondják, hogy miért hazudtak igen. Eddig, és miért vártak ennyi ideig, és miért csak most. De azt azért tegyük már rendbe, hogy attól még, hogy valaki bíróságére megy, akkor nem biztos, hogy jó ítélet születik. Nézzük csak meg az O.J. Simpsonnak a perét, akit felmentettek.
Tehát a világ összes pénz az övé volt, a legjobb ügyvédeket felfogadta, és ártatlannak nyilvánították, és oké, okay, hogy a Michael Jackson nem tud védekezni már, de ha tudna védekezni, akkor valószínűleg szarrá alázná az ügyvédei, a kis két nyomoréknak az ügyvédei. Tehát, hogy azt is tegyük rendbe, hogy attól még, hogy valami bíróság elé megy, akkor nem biztos, hogy az ottani végeredmény az a valóság. Igen, hogy ez a film ez tök jól rávilágít arra, hogy hatalom az mire képes. Tehát az, hogy én például sose voltam nagy Michael Jackson rajongó, még amikor nem tudtam az ügyeiről, akkor se szerettem úgy a zenéjét, de most így nézve ezt a dokumentumot, rádöbbentem, hogy ő mekkora egy, de nem is, hogy mekkora, hanem ő egy isten volt sok embernek. Igen. Úgy is kezelte a közmédia, meg mindenki, hogy ő itt az isten, és amikor mit tudom én, azt mondják rá annak idején, ugye ez a 2000-es években volt, akkor robbant ki, vagy 2000-es évek elején, akkor robbant ki ez a pedofil botrány, és akkor is ugye mentek a tüntetések, hogy Michael Jackson nem üző, meg hogy képzelik, hogy beperelik ezzel, és közben meg azért olyan dolgok szállingoztak róla, amik azért úgy hát elhisz az ember, mert látja, hogy hogyan kikkel és hogyan mászkel. Ugye ezt tudni kell róla, és a dokumentumban sok arkív felvétel van erről, hogy folyamatosan gyerekekkel mászkál, és gyerekekkel veszi körül magát. Tehát már ez nem normális, és bárki mondja azt, hogy ennek a két fasznak csak a pénz kell, meg Nehéz gyerekkora volt. Igen. Verte az apja. Egyébként ezt megállapították róla, hogy egy 9-10 éves gyerek szintjén van érzelmileg lelkiállapotban. Csak az arról már nem volt szó, hogy fizikailag attól még egy felnőtt ember igényei vannak, felnőtt Igen. ember szexuális igényei. Tehát a kettő az szerintem nem zárja ki egymást. Ráadásul a Jackson egyébként ilyeneket nyilatkozott kamerába, hogy ő kisfiúkkal alszik egy ágyban. Tehát, hogy van Igen, ez a... Igen? Semmi sem, mondja csak. Semmi, csak röviden a film címe, tehát van ez a Neverland nevű hely, ugye Sohaország, ez a Michael Jackson építette fel, tényleg egy ilyen álomsziget, ahol egy hatalmas kastélyban ő ilyen gyerekeket hozott, mert ugye van játszótér, meg van vidámpark, meg állatkert, meg csónakázni lehet, meg mindent, tehát egy ilyen földi paradicsom, és ő oda hordta ezeket a kisrácokat. Elvileg csak azért ugye, hogy mert jó barátok, meg ő szereti gyerekek között lenni, csak aztán ezt nyilatkozza a kamerába a 35 éves UFO kinézetű fehér, néha fekete ember, hogy ő szeret kisfiúkkal ágyban együtt aludni, és akkor hát ez így felvonja az ember a szemöldökét, hogy itt valami nem stimmel, és lehet, hogy tényleg pedofil. Igen, és én, ha bárki bármit mond arról, hogy nyilvánvalóan az, én elismerem, hogy a film egy oldalú eléggé, de ha végignézzük a filmet, akkor azért úgy tiszta lesz, legalábbis nekem úgy tűnt, hogy ez a film elvonatkoztatható Michael Jacksontól is, mint film, nagyon fontos, mert ez a molesztálásról szól, mint jelenségről, és ez mindig sajnos jelen lesz, és ha ezt valaki végignézi egy szülő, akkor lehet, hogy jobban odafigyel a gyerekére, vagy azért kicsit képbe kerül, mert itt ebben a dokumentumfilmben az is fontos, hogy a két anya is nagy szerepet kap, és hogy ők mennyire bánják ezt az egészet, és hogy most képzeljük el, hogy ez a két anya engedte azt, hogy egy 35 éves idegen férfival aludjon a gyereke. És nem volt fura számára az, vagy hát elmondták, hogy fura volt, de hogy mindig valami jó okkal, egyre messzebb került a szobájuk Michael Jackson szobájától, ahol a gyerekével feküdt. És még mindig engedte a gyerekét ezek után is. És akkor el lehet képzelni azt a szituációt, amikor ezek az anyák nem rádöbbennek, hanem megtudják, hogy a 40 éves fiúktól, hogy hát őket molesztált a 7 évesen a Michael Jackson, és szörnyű hallgatni, néha hányhatnéka van az embernek, miközben nézi ezt a filmet, mert olyan részletesen elmeséli ez a két ember a történetét, azt tegyük hozzá, hogy ez egy kétrészes dokumentumfilm, vagy dokumentumsorozat, ami összesen 4 óra, ugye a kettő rész együtt, és valami pokoli részletességgel végigmegy azon a két fiú, hogy
mit és hogyan csinált velük Michael Jackson 7-től 14 éves korukig. Nekem az volt a legdermesztőbb, amikor az egyik srác elmesélte, hogy elmentek Neverlandbe, játszottak, de, és akkor elkezdte sorolni, hogy itt is leszopott, ott is csináltuk, ott csókolóztunk, és így az összes létező helyen, ami volt ott Neverlandbe, ott Michael Jackson molesztálta ezt a kisfiút, és nyilvánvalóan nincsenek képi bizonyítékok, videó bizonyítékok, hangbizonyítékok, semmi, de azért sok minden Michael Jackson ellen szól. Például, amiket most András is mondott, hogy hangfelvételeken hallhatjuk, hogy ilyeneket mond Michael Jackson, azért ott vannak dolgok. És azt is megértem, ha valaki nem hisz ennek a dokumentumfilmnek, mert például nekem nagyon jelzett ebben a dokumentumfilmből a több archívanyag, mert sok mindent bedob, de hogy a 4 órás dokumentumfilmből biztos 2 óra az, hogy csak a fél közeliket látjuk, hogy beszél ez a két ember. Meg drón felvételeket. Meg folyamatos, annyi drón felvételt látunk Los Angelesről, mint az X-ben összesen a fejtetőre állított Budapestből. Úgyhogy vannak ezzel a dokumentumfilmmel bajok, tény, és szerintem túl hosszú, de lehet, hogy csak ezt azért mondom, mert nagyon szörnyű volt, és ezt most úgy mondom, hogy mint anyag, vagy mint film, így felnyitja az ember szemét, és azért rádöbben néhány dologra, de közben meg azért szörnyű nézni és hallgatni ezeket az embereket, hogy egy felnőtt férfi, aki kihasználta a kihasználta úgymond ezt az isteni hatalmát és ezt a rajongást, hogy kisfiúk úgymond felnéztek rá, mint a hősükre, és ezáltal egy olyan olyan emberi sötét oldalt mutatott feléjük, hogy az valami botrányos és undorító. És nekem nagyon fura volt, én nem tudtam, hogy például Macaulay Culkin is egy ilyen Michael Jackson gyerek volt egy időben, és ő azóta is tagadja ezeket a vádokat, és nyilván, hogy tagadja, hát persze ő azért Macaulay Culkin, most ő bevallaná, akkor szerintem a Home Alone-okat azok a filmek mehetnének a szemétbe. Mármint, hogy a közvélemény szerint, ugye? Igen, tehát az a legnagyobb baj ennek a dokumentumfilmnek, hogy tényleg abszolút egyoldalú, tehát még csak nem is törekszik arra, hogy esetleg más oldalról is megközelítse a két főszereplőnek a nézeteit, vagy rávilágítson arra, hogy mikor van ellentmondás, hogy tényleg hazudtak eskü alatt 10 évvel ezelőtt kb., amikor ugye ez először szóba került. Nem szólaltat meg a Jackson oldaláról kb. Senkit, tehát az ügyvédeket, a családtagokat, a rokonokat, ugye a Neverlandben ott volt legalább szerintem 30 alkalmazott, a takarítóktól kezdve, a kertészen át, a mindenki, tehát hogy valakinek valamit tudnia kellett, csak hát vagy tényleg hallgatás van, vagy nem tudom, szerződés, vagy akármi, vagy tényleg nem volt semmi, de minden esetre ilyen szempontból nagyon könnyen támadható a film, és ebbe bele is kapaszkodnak a Michael Jackson rajongók, akik ugye képtelenek lennének elviselni azt, hogy az idójukról kiderül, hogy egy pedofil állat. És ezért szerintem ez a dokumentumfilm azon kívül, hogy az egyik oldalt azt nagyon-nagyon érzékletesen és nagyon részletesen bemutatta, nem igazán segített az ügynek a valódi feltárásán. Tehát, hogy nem lettünk közelebb az igazsághoz egyáltalán, hanem tényleg csak annyit tett, hogy bemutatta, hogy mi lenne, ha ez igaz lenne. Azt nagyon részletesen, tehát nekem voltak szintén nagyon durva részek, tehát amikor csak azt mesélik, hogy meg kellett tanulniuk gyerekként, nagyon halkan és nagyon gyorsan felöltözni, amikor jönnek a szobába. Tehát milyen roncs lehet egy ilyen gyerek felnőve, és ráadásul az is nagyon jól átadta ez a film, hogy ők tehát nem voltak emberi roncsok folyamatosan, hanem szépen fokozatosan épültek le. Tehát lett nekik családjuk, meg lett nekik feleségük, csak aztán ez a gyerekkori trauma szépen lassan kibontakozott, és azért csak most álltak elő ezzel az egésszel, mert most lett gyerekük, olyan idős gyerekük, akik
körülbelül annyi éves, mint annó ők voltak, és olyan szinten szíveütötte őket ez a felismerés, az apai ösztönök előjöttek belőlük, hogy szétbasznák a fejét, aki csak hozzáér a gyerekükhöz, hogy előálltak ezzel az egésszel. Meg azért a Michael Jackson igen komoly agymosást tartott nekik, tehát azok a részek is, amikor mesélik, hogy ilyeneket mondott nekik, hogy ez az ő kis titkuk, és hogyha ez kitudódik, akkor mindannyian mennek a börtönbe, és soha többet nem találkozhatnak, és a családjuk is rámegy, és tehát hogy nagyon igen. szépen elhitette velük azt, hogy minden áron tagadni és hazudni kell, különben mindannyian rosszul járnak. Pláne még idézőjelben szerelmesek is voltak azért a Jacksonba, tehát hogy ők ezt nem úgy élték meg, hogy ostola verte őket, hanem ők azt hitték, hogy ez egy ilyen természetes dolog. Hát igen. És nekem még döbbenetes volt tényleg az, ahogy most nem tudom melyik anyuka volt, aki ott hagyta a családot. Igen, az ausztrál, akik elmentek csak azért Amerikába, mert hogy akkor nem is tudom, Jackson vett nekik hanem egy ilyen kicsit ilyen szegényebb negyedbe költöztek, hogy pont Jackson miatt, ugye, és hogy ott mennyire ráment az egész család, meg a testvérével való viszony, meg a másiknál volt azt hiszem az apuka, aki... Nem, ez ennél volt az apuka, a bipoláris apuka, igen, és hogy ő is, hogy ő egyedül maradt az apuka, és minden amiatt, mert hogy Jackson és az anyuka is annyira megrészegült ettől a nem is tudom, mi lehet ez, hogy Starstruck. Hát igen, körülbelül, hogy ez a hírnév, vagy fene tudja, hogy mi, és utána még a csávó, nekem az volt a fura picit, hogy a csávó utána ebből élt meg, tehát ebből elég komoly karrierje lett, hogy ő annak idején Jacksonnal lógott, és Britney Spears koreográfusa lett 17-6 évesen, vagy nem tudom, valami ilyesmi, igen, és igen, ez igen. valami döbbenet, hogy idáig felküzdötte magát, hát valószínűleg megkapott mindent, de hogy nekem az volt a fura, hogy tény, hogy nem traumaként élték meg, de mesélte a csávó, hogy már akkor ilyen 16-17 évesen elkezdett ott bizonytalankodni dolgokban, de hogy ugyanazokat a táncmozdulatokat és koreográfiákat tanította, ami végül is Michael Jacksonból jött, tehát hogy az életét arra építette fel, hogy Michael Jackson molesztálta, és arra építette a karrierjét, és ez valami iszonyat, hogy ez milyen lelki erő kell, hogy ugye ebből csinálj karriert, sőt olyan karriert, hogy tényleg világhírű legyél. Most nem tudom, nem néztem utána, hogy most mi van ezekkel az emberekkel. Én olyat is hallottam, gondolom, ez is ilyen indexes kommentelő hat, hogy pár éve elszegényedtek, és most kellett nekik a pénz, ezért az HBO. Nyilván sok minden benne lehet, hogy most lehet, hogy az is hatásvadászat, hogy gyerekük lett, de bármint, hogy gyerekük lett, de hogy amiatt világosodtak meg, de a lényeg az, hogy ez egy elég szívbe markoló, meg gyomor szájön ütő dokumentumfilm, ami rá tudja világítani az embert, hogy igen, a hatalom mire képes, meg mire képes az ember, aki megtehet bármit bárkivel. És ez van most ugye a MeToo óta a nagyvilágban, hogy ott a hatalom a nagy emberek kezébe, és most nem csak a nőkről beszélek, hanem bárkiről, aki például gyerekek, és most a gyermeki ártatlanságot kihasználni, az a világ legmocskosabb dolga, és ez a dokumentumfilm eléggé feltárja ezt a sötét oldalt. Többször nem akarom látni ezt a dokumentumfilmet, de eléggé szíven ütött, és durva. Meg egyébként itt is a zenét én kiemelném, mert a zené az olyan, mint valamilyen hollywoodi klasszikus film, ilyen Disney film, egy kis mesés, és közben olyan creepy lesz ettől az egész, hogy... Pont ettől igen hatásos, hogy ez a Neverland, ez a csodaország, ez a varázslat, és közben meg mondják ezeket a részleteket, hogy milyen pózban, milyen lyukban, tehát hogy azért... Na. Ez is egy hatásvadász dolog, de működött szerintem.
tényleg nekem az tetszett, hogy ez a család, ez a leépülés, tehát hogy amit mondtak is, hogy tehát az elképzelhetetlen volt, meg most is az, hogy élik az életüket az átlagos család, és egyik napról másikra Michael Jackson vacsora vendég lesz. És így teljesen megszokott, hogy Michael Jackson faxokat ír, meg hívogatja őket, 2-3 órákat beszélnek telefonon, elviszi őket ide-oda, hozzáköltöznek, tehát hogy így olyan szinten egy másik univerzumba kerültek, hogy így nem csoda, hogyha szétesett a család, mert nem csoda, hogyha nem látták a fától az erdőt, csak hát ugye erre ráment a gyerekeknek a mentális egészsége, úgyhogy én az anyáktól azért, mondjuk az egyik anya az nagyon dühös volt, azt hiszem az amerikai nő, a másik, ugye az ausztrál, ő inkább így szégyelte magát, tehát érthető módon, mert hát ténylegesen nem látta, hogy a gyerekének valami baja van. Nyilván kérdezgette, és a gyereke az mindig letagadta, de hát azért tényleg az, hogy a szomszéd szobába dugta a gyerekét a Michael Jackson, ő meg nem tudott róla, azért az elég érdekes. Hát igen, sok a kérdőjel, de ez a jelenséges sajnos van, és ezt el kell fogadni. Most valaki hisz, valaki nem, de hogy azért azt valljuk be, hogy ezek létező dolgok, és ilyenkor ne az áldozatokat hibáztassuk. Ez az első, ami szembe jön. Ja, de tényleg, tehát hogy biztos, hogy van olyan ember, aki kurva jól érvelve el tudná nekünk mondani azt, hogy ez az egész egy hazugság, és persze. Lehet. Csak azért mondom, mert ugye például van ez a Johnny Depp ügy, nem tudom ezzel most képbe vagytok-e, hogy mi történt. Hát ez a most beperelte Amber Heard megint, vagy valami? Nem, pont, hogy fordított Shyamalan twistet kiderült, hogy az Amber Heard bántalmazta Johnny Deppet, és erre kamerabizonyítékok vannak, fényképes bizonyíték, és az Amber Heard bevallotta, hogy igazából hazudta az egészet, és ténylegesen ő bántalmazta a Johnny Deppet, a Johnny Depp az semmit nem csinált, tehát ő csak tűrte az egészet. Úgyhogy mi is, én is akkor visszavonom bármi rosszat mondtam a Johnny Deppről, mert bíróságon belettek bizonyítva dolgok, vagy dolgokkal lett bizonyítva, hogy rohadtul nem az volt, amit mi annól gondoltunk. És hogy ilyen könnyen ítél az ember, ilyen könnyen megy rögtön az első ilyen zsigeri gyűlölet, hogy hát biztos asszonyverő, meg alkoholista, meg rúgjunk bele, de közben meg kiderült, hogy végig egy ilyen csendesen tűrő ember volt, aki tudta, hogy hiába mondana bármit, úgyis szétszednék a liberális feminácik, hanem várta, hogy a bizonyíték az őt igazolja. És így is lett, és szerintem ha ez tényleg így van, akkor ez egy abszolút korrekt dolog volt tőle. Hihetetlen egyébként, hogy ez az Amber Heard is azért azért tud élni ez a nő. Ja. Pedig egy kis 170 centis szőke csaj, tehát, hogy pont ez a beindul a férfi, hogy buzi vagy, hogy megvert egy lány, ha. De közben meg tudom, elvágt, vagy majdnem levágta az egyik ujját, meg ilyenek. Jézusom! És igazából Johnny Deppnek szinte a karrierje is rámed most erre hát az egészre. Konkrétan igen. Szerintem ezért vették ki a Karib-tenger kalózaiból, ezért nem kap már semmilyen szerepet, mert hát oké, alkesz volt, meg hát meg látszik rajta, hogy mennyire most leszívta az agyát megint. Igen. Múltkor is az a botránya, van az a thriller krimi, amit majdnem bemutattak, aztán az ő botránya miatt nem, mert megvert egy operatőrt, hogy nem is tudom mi volt. Valakivel összeverekedett, tehát hogy ez is az, hogy érted, simán lehet, hogy egyébként egy barom, csak ebben az esetben ő tényleg ártatlan volt, tehát így van. Pont ez a lényeg, hogy most mi is itt rugdossuk a Jacksont, lehet, hogy ő is ártatlan, minden esetre... Hát azért, ha ő így elmondja a kamerába, hogy gyerekekkel alszik, ez azért tény, hogy igen, nem normális. Igen. Azt nem tudjuk tényként megállapítani, hogy mennyire bűnös, mivel arra kézzelfogható bizonyítékok nincsenek, de azért én olyan szinten elítélem ezt az embert, hogy ezért az nem evilági, meg nem normális dolog, hogy gyerekekkel alszik, és többen állítják, amit állítanak róla. Tehát itt pont, és akkor ezek után jönnek ezek a dolgok, hogy hogy van és mi van. Jó, hát én azt mondom, ezt a filmet az nézze meg, aki nyitott. Tehát, hogy aki előre Jó Gáspár kilépett, úgy tűnik megúta a beszélgetést. Tehát, hogy Jackson rajongó. Igen. Tehát, hogy ha úgy ülsz neki ennek a dokumentumnak, hogy Michael Jackson rajongó vagy,
és nem vagy hajlandó látni a másik oldalt, akkor ne. Tehát akkor ne nézd meg, mert csak fel fogod baszni magad azon, hogy egy oldalú. De hogyha úgy ülsz le a film elé, hogy az egész ügyről nem tudsz semmit, és nyitott vagy arra, hogy az ügynek ezt az oldalát, hogy az éremnek ezt az oldalát prezentálják neked, akkor én azt mondom, hogy egyébként igényesen el van készítve, nyilván sokkoló, meg nyilván durva, de nagyon-nagyon tanulságos a pszichológiai folyamatok miatt. Tehát, hogy jutottunk el idáig. Nagyon szépen, igen, érzékletesen végigvezeti a film. Igen. Ja. Megpróbálom Gáspárt visszavenni a beszélgetésbe, hogyha már ő is elvileg a podcastnek a része. És akkor maradt még ugye a Vihar előtt című fantasztikus film. Az ő mindenképp kell. Én nem tudok róla beszélni, úgyhogy hál' Isten. Ja. Én nem gyötröm magam a szemetekkel. Ja. Na hát... Nem. Szerintem ő sem akarja. Igen. Nem értem. Vagy az internet. Jó, nem mindegy. Szóval HBO-s dokumentumfilm egyébként a Jinx például volt hasonlóan jó, bár az... Nem, az is jó. Ilyen volt. Az is ilyen volt, csak hát az nyilván az egy hát sokkal filmszerűbb, hát azért az kézzelfogható bizonyítékokkal. Igen, amikor a végén elmondja, tehát az elég egyértelmű. Hát ja. Hú, az zseniális dokumentumfilm. Azt se szívesen újráznám, de az egy, fú, azt most nagyon megnézném újra. De tudom, hogy az se egy nagyon boldog és feel good élmény. Ja, az is nagyon creepy az öreg egyébként, de most visszagondolok, igen. Már a hideg ráz. Igen, ez a fekete szemhéj nélküli szemmel, tehát nagyon-nagyon király. Illetve ugye még a Making a Murderer, amiről szintén készítettünk annak egy adást, és már van második évad, bár hát nyilván az elvég nem annyira jó, de az is egy baromi érdekes, izgalmas dokumentumfilm sorozat, azt láttad? Nem, még nem az Ákos, az brutt, tehát az első rész annak az olyan, mint egy másik sorozatnak az egész évada, és utána nem tudod elképzelni, hogy itt mi a fasz fog még történni 9 részen keresztül, de aztán végig izgalmas, tehát indul egy ilyen krimiből, aztán lesz thriller, aztán tárgyalótermi dráma, tehát hogy minden van benne, úgyhogy zseniális. Megnézem, csak hát jó, a hosszú watchlist. Hát, Trónok harca van most az első helyen, mondanom. Igen, meg a neked mutattam meg, beszéltünk is róla adásban, Nathan For You, ugye? Igen. Dokumentum, vagy hát na, vigyették dokumentumfilm, vagy sorozat, és annak csak 4 évad készült, és a 4. évad utolsó része egy ilyen, hát ilyen másfél órás, mondhatni, dokumentumfilm, amiben egy, hát ilyen Jinxhez hasonló öreg úr a főszereplő, és ha nem nézitek azt a sorozatot, de csak ezt az egy részt nézitek meg, akkor is valami olyan kibaszott jó élmény, tehát egyszerre vicces, elgondolkodtató, rémisztő, minden, tehát az valami ilyen hullámvasút. Az a sorozat egyik legjobb része, és tényleg hasonló élményehez a Jinxhez, meg ilyen Making a Murderer, csak nyilván nem olyan nagy dolog, de az emberi természetet elég jól körbejárja, hogy milyen is ez az ember, aki abba van, úgyhogy vannak ezek a creepy élmények. Én most nagyon egyébként belejöttem ezekbe a doksikba, van az HBO-n egyébként, ugye beszéltünk a Spielbergesről is tök jó, a Robin Williamsről készült egy, azt is nagyon ajánlom egyébként, azt nem tudom, arról beszéltünk-e, de az egy nagyon-nagyon jó, úgyhogy még ha tudtok ilyet, akkor ajánljátok, mert kíváncsi vagyok. A Dear Zachary, ugye az is egy igen durva, durva film, úgyhogy még van azt hiszem egy valami Freedman's, Capturing the Freedmans, vagy valami ilyesmi, azt a Jinxnek a rendezője csinálta, és az is nagyon kemény elvileg, úgyhogy azt még majd megnézem. Nézd meg majd a Won't You Be My Neighbor című Fred Rogersről szóló dokumentumfilmet, ami ugye elég nagy hírverés kapott odakint Amerikában, ott azért jobban ismerték Fred Rogerst, én se ismertem a dokumentumfilmet, jó, így meg volt a fej, vagy hát az arca a fickónak, de hogy ő ki volt pontosan, és ugye egy gyerek show csinált Amerikában a hát 60-es, 70-es évek, 80-as években, és igazából csupa szeretet volt az a fickó, aki gyerekműsorokon keresztül
próbált úgymond gyerekeknek átadni tabu témákat, de csupa szeretettel. Tehát ez a ahogy a szülők elválnak, ahogy amikor nem szereti egymást két ember, ilyen témákat belevitt a műsorokba, és ő egy ilyen példakép lett ott Amerikában, de nem, annyira csodálatos élmény volt ezt a filmet megnézni, hogy volt egy ilyen ember, aki egy ilyen csupa szív, csupa kedvesség, egy ilyen mindig mosolygó, mindenkit meghallgató, behívott egy mozgássérült gyereket is a műsorba, aki egy ilyen nagyon kedvesen szerepet kapott, és nagyon, olyan, mint egy ilyen nagy ölelés ez a dokumentumfilm, úgyhogy ezt... Ja, én vártam, hogy így mi derül ki erről a csávóról. Ja, nem, egyébként ez egyik nap megnéztem a Leaving Neverlandet, másnap megnéztem ezt, és így de nagyon fura volt, hogy igen, ezt így is lehet. Kicsit rémisztő volt, hogy túl kedves ez a fickó, hogy igaz legyen, de végül tényleg ő egy ilyen nem, két lábon járó aranylelkű fickó volt, aki ahogy a filmen is elmondták, rengeteg ilyen ember lehet még a világban, csak éppen nem tudunk róluk, vagy éppen nem kapnak ilyen úgymond hatalmat, hogy a tévében szerepeljenek, de szükségünk van az ilyen attitűdre a világban, hogy nyálasan mondom, de hogy kedvesek legyünk egymást, és szeressük egymást, és mindig legyünk empatikusak. Igen, van már egy hipster lóring, most már van egy hippi Ákosunk is. Szeretett testvérem. Na jó. Nekem a Catfish az, ami egyébként bár régi. Ó, az is, igen. Aminek külön jó volt, hogy én nem tudtam, hogy ez dokumentumfilm. De engem így Catfish-elt a Catfish gyakorlatilag. Tehát én így elkezdtem nézni, hogy én azt hittem, hogy ez egy ilyen áldoksi. hogy tudom, mint a kb. Szerintem egy időben láttam talán a What We Do in the Shadows-al. Nyilván, most arról nem hittem, hogy igazi, de hogy azt hittem a Catfish-ről is, hogy ez egy ilyen, kitaláltak valami tök jó sztorit, és akkor megcsinálták ilyen áldokumentarista módon, és aztán így vége volt a filmnek, és akkor így nem tudom, valami ki volt írva, vagy nem tudom, és így bevillant, hogy várjál, ez most így igaz volt, vagy mi? És így megnéztem, és igen, és így oké, jó. Úgyhogy, ja. Az nagyon régen láttam az, amikor behazudják, hogy... Lőd le az egész filmet, igen. Ja, nem, semmi. Akkor nem mondom, hát nem tudom, mennyire van ez. De ez szerintem tény róla, nem? Hogy arról szól, hogy valamit bekamúznak a neten egy családnak, és akkor... Hát, spoiler következik, tehát az a lényeg, hogy igazából a főszereplő, az, tehát elkezd egyébként tényleg egy dokumentumfilmet csinálni, vagy a haverja csinál róla valami dokumentumfilmet, nem tudom, hogy milyen témában, eredetileg. Lehet, hogy pont ilyen netes kapcsolat, azt hiszem, mert az a lényeg, hogy ő megismer valami csajt a neten, és akkor jaj, de jó, meg beszélnek telefonon, meg összejönnek igazából, és az, hogy jó, akkor ő most elmegy és meglátogatja ezt a csajt. Valahol, mit tudom én, Amerikában, a franc, ugye, hol él máshol. És akkor kiderül, hogy ez a csaj, ez így amúgy nem egy ilyen, nem tudom én, 20 éves, tök jól kinéző lányka, hanem valami, nem tudom én, 40 éves Igen. És így tényleg ez a catfishing, hogy így tök másnak adja ki magát, de olyan mértékben, hogy tehát beszéltek telefonon, csak ott is egy tök más hang meg, nem tudom, és csak kiderül, hogy ja, amúgy az életet szerelme az kurvára nem létezik, mert csak egy 40-es nő játszotta el. Igen, így már megvan. Hú, ez is egy nagyon creepy élmény volt, amikor néztem, hogy úristen. Így egyszerűen volt félelmetes, bizarr, meg vicces. Jó, hát vicces a legalapabb fokon, de hogy érted, most ez is bármikor bárkivel megtörténhet, de annyira bizarr, hogy már így röhögnél, hogy basz meg. Ez megtörténhet. Ja, nagyon sok... Ez volt dokumentumfilmes robot. Igen, nagyon sok jó van egyébként, még tudnám sorolni szerintem reggelig, de ezeket mind nézzétek meg, amiket baszkis a Going Clear, mekkora királyság volt a szientológiás, az zseniális volt. Azt láttad, Ákos? Mindig nem néztem meg, ez is van a watchlistemen.
Nem van a Vágy Krisztemen már évek óta, de mindig csak tolódik. Ja. Az is láttam vajon? Láttad, és szintem igen, láttam. Beszéltünk róla. Hány rész volt? Ez ami rövidebb volt. Ez egy film volt. Egy film, jó. Egy órás film, azt mondom. Igen. Nem, akkor láttam, mert így sorozatban gondolkodtam, és azért nem mondom, azért nem voltam biztos, de a film akkor annak a tényleg láttam. És egyébként vicces, hogy abban szerepelt ugye a Paul Haggis, írórendező, hogy őt is ugye mennyire átverték a szientológusok, meg ő is egy csomó pénzt tolt bele, mint áldozat. Azóta meg kiderült róla ilyen hashtag MeToo, hogy meg nőket erőszakolt a forgatáson, tehát hogy igazából egy másik ügy kapcsán is előkerült, csak ott a másik oldalt. Na jó, következő fantasztikus alkotásunk, ami szintén hasonló mélységekkel rendelkezik, csak itt most a színvonal jelenti ezt, ez a Vihar előtt című alkotás, ami már most megnyerte az év legbizarabb filmje titulus szerintem, hogy ezt így hogy, tehát ne keverd a kokaint a methel, mert ez lesz az eredménye. Tehát, hogy... és ráadásul ilyen színészek vannak benne, mint Matthew McConaughey, Jason Clark, ugye, ja, bocs, őket volna először mondanom, egy ilyen faszt játszott, úgyhogy azt nagyon jól csinálta. Anne Hathaway, Diane Lane teljesen értelmetlen módon, tehát Diane Lane kb. Az egész film alatt egy ilyen kunyhóban van, akit néha megdugal a Matthew McConaughey, és ennyi a szerepe. Ilyen nagyon jó emancipált szerep. A sztori az hát most vagy belemegyünk, hogy mi történik. Mondjuk, hogy keveri egy horgászfilmet a Losttal. És a Bukofernivel. És a Bukoferni, tehát hogy indul az egész egy ilyen horgászfilmként, hogy a Matthew McConaughey és a Jimon Hunsu, aki tényleg minden filmben szerepel, az abból élnek, hogy gazdag embereket visznek ki a óceára, és akkor ott azok ilyen nagy halakat kifognak, és kész, ennyi. Matthew McConaughey ugye egyedül él, minden nap iszik, meg alkoholista, nőket dug, úgyhogy egy ilyen igazi macsó csávó. És a filmben? Ez egész jó volt. És meglátogatja őt. Azért a színész neveket mondom, mert senkinek nem emlékszem a nevére. Ezt már nagyon-nagyon rég láttuk, talán még januárban. Majd én mondom. Jó, nagyon fontos. Baker Deal. Mi? Micsoda? Baker Deal. Baker? Baker. Tehát Matthew Pék? Igen, mint Pék. Jó, most Pék vagy horgász, döntse már el. És meglátogatja őt Anne Hathaway. Karen, igen. Kösz. Aki régen ismerték egymást, aztán osztálytársak voltak, meg talán egy pár is alkottak. A felesége volt. Jó, most bocs, hogy nem emlékszem mindenre. És ő megkéri arra, hogy az erőszakos férjét, akit vajon kialakít, ölje Frank. Meg, Franket ölje meg, mert a gyerekük veszélybe kerül. Ennyi a sztori, hát ez alapján gondolhatnánk, hogy ez ilyen crime mystery noir, hogy akkor a femme fatale, az felbéli a borostás, ilyen szmeghajú főszerepet. Alkoholistát, hogy akkor ölje meg a férjét, és akkor ez valósul ki, és akkor üldözik őket, meg blablabla, bla, bla. És akkor ebbe bejön egy ilyen videójátékfilm. Na, most akkor most kapcsolja ki, akit érdekel ez, de most el fogjuk spoilerezni, ugyanis annyira mindfuck az egész, hogy... Pillanat, én hozzátenném, még mielőtt belemegyünk a spoilerbe, így, annak még aki itt van, és nem látta, hogy tehát tényleg ez, tehát olyan, mint a Bukofferni, hogy akkora mindfuck, és így ne, tehát én nem tudtam semmit a filmről, de olyan szinten nem, hogy még ilyen átbaszós IMDb szinopszis se olvastam el, hogy na mi ez. Azt sem tudtam, ki van benne meg semmi. Elmentem így a moziba, és ez egy hatalmas élmény volt egyébként, mert olyan szinten, tehát lemegy egy jelenet, jó, és így azt hiszed, hogy tudod, hogy mi ez a film. És akkor kijöttezik a következő, akkor így elkezd, hogy mi ez a jelenet, az most hogy került ide? Jó, oké. Okay. És aztán olyan mindfuck az egész, hogy annyira nem tudod, hogy mi fog a következő pillanatban történni, hogy nagyon jó élmény. Borzalmas a film, tehát hogy abszolút szar, de nagyon jó élmény nézni, úgyhogy semmit nem tudsz róla. Úgyhogy most tényleg én azt ajánlom, hogy
aki nem látta, és mondjuk érdekeli valami ilyen random élmény, ez most állítsa meg minket, nézze meg a filmet, és aztán jöjjön vissza. Hát ez elkezdett érdekelni, de itt maradok. Jó, annyira Ákos, azért, igen. Te leszel a szemben, hogy ennek. Igen. Ákos, képzeld el azt, hogy a filmben ugye van ez a főszereplő, Matthew McConaughey, vannak ugye mellékszereplők, néha beszélget mellékszereplőkkel, ugye akkor elvállal tőlük ilyen küldetést, elmegy a boltba, akkor ott vesz különböző dolgokat, és az egész nem emlékeztet téged valamire? Nem fog rájönni, mert annyira mindfuck, hogy nem fog rájönni. És most tényleg kapaszkodj meg, az egész film egy videójáték. Tehát a Matthew McConaughey és Matthew McConaughey és az Anne Hathaway-nek van egy autista gyereke, aki úgy dolgozza fel azt, hogy a Benny jött a Jason Clark, hogy a fejében programoz egy videójátékot, és ezt a videójátékot látjuk. Nem a fejében. Ja, jó, effektíve. Bocs, igen, effektíve programoz egy videójátékot, és ez a videójáték a film. Tehát a Matthew McConaughey az egy főszereplő, aki melléküldetéseket vesz fel, NPC-kkel beszél, aki a Diane Lane, elmegy a boltba, elkölti a pénzét, szintet lép, és várjál, és közben megjelenik a G-Man, a kis öltönyös angol figura, aki végig, vagy hát mindig próbálja elkapni, hogy beszélni akar vele, és soha nem sikerül neki, tudod, mindig a pont nincs ott, pont lekési mindig. És aztán kiderül erre a faciról, hogy ez a program, ez az öntudatra ébredt, és hogy ő mondja el neki, amint a Matthew McConaughey-nek, hogy ez egyébként egy videójáték, és hogy te igazából ebbe a programba így benne vagy, és így nézze, hogy a fasz! Ezt nem hiszem el. Bazzik, nézd meg! Ez a film, és így nézze, hogy azt a kurva. És ez halál komoly, tehát, hogy ez nem poén, hanem ezt komolyan adják elő, mint egy ilyen karakterdráma. Tehát, hogy így mi a fasz látok? Tehát, aki azt mondja, hogy Hollywood kifogyott az ötletekbe, az nézze meg ezt. Tehát, hogy ez... Tehát ez olyan, mint az a Gerard Butler-ös gamer, vagy mi a fasz volt annak idején, hogy így a videójátékot látjuk, hogy élő szereplők vannak egy videójátékban. Kb. Ja, igen. De effektíve, tehát... Igen. Most... Az az, ami, tehát az, ami ezt... derül ki a filmről, hogy amúgy most a... Nem tudom elképzelni. Ezt mondom. Tehát, de az, ami derül ki, hogy most a 16 éves gyerek az amúgy az apját azt leprogramozta-e amúgy, vagy valami olyan AI-t csinál, ami úgy öntudatra ébred. Igen. De mondom. A Matthew McConaughey-nek a faszi, a G-Man az úgy mondja el, hogy ő a program. Tehát, hogy itt most a gyerek csinált egy mesterséges intelligenciát gyakorlatilag, és így néz, hogy ez mi? Van egy jelent, amikor Matthew McConaughey rádöbben, hogy ő egy videójáték karakter, és elgondolkodik az élete értelmén, úgyhogy ő egy videójáték karakter, tehát mint a Super Mario nem enné meg a varázsgombát, hanem meg akarja a fejét, és én mit csinálok éppen? És elmegy vízvezetéket szerelni egy másik univerzumba, tehát, hogy még át sincs gondolva a film, mert olyan, mintha, tehát olyan, mintha a Jumanji-t játszana, hogy bekerül egy másik világba, de nem, tehát ő egy AI, egy egyesekből és nullákból álló kód, aki elgondolkodik azon, hogy mi van. Fú, nagyon kemény film. Ezt én még így nem fogtam fel, tehát nézd meg, tehát esküszöm, ez csak így lehet. Egyszer láttam ennek a filmnek az előzetesét moziban, és akkor mondom, az meg ez ilyen nagyon szar thriller krimi lesz. És egy deka ilyen információ nem volt abban az előzetesben, hogy ez ilyen Black Mirror-szeri szintű twisttel fog rendelkezni a végén. Van ez, vagy ez mikor derül ki egyébként? Hát igen. Igen, hát 3/4-ének, igen. Tehát, hogy ez a kvázi a nagy csavar, és aztán meg van egy ilyen, nem tudom én, feel good levezetés, hogy akkor a gyerek az így dolgozta fel, hogy az apja az meghalt, vagy mit tudom én, valamilyen fasság, és akkor együtt lesznek a játékban, tehát hogy én... De komolyan, tehát... Hát én azt annyira nem hiszem el, hogy esküszöm, hogy mindjárt megnézem ezt a filmet. De egyébként az a jó, hogy amíg ki nem derül ez a nagy baromság, mert azelőtt oltári szar, tehát lehet rögni a színészi játékon, meg a túlírt párbeszédeken, meg az egésznek a káoszán, de miután kiderül, utána omlik össze teljesen, tehát hogy megéri. Ezért mondom, hogy book of Henry, tehát igen, hogy így igen. Nem hiszed el, amit nézel, nem hiszed el, hogy ez történik.
ezt még mindig nem viszont. Ez kb. Olyan, mint amikor az András elmesélte a Valami Amerika 3-nak a csavarját. Elmentem rá mozgó, megnéztem. Ez nem lehet igaz, nem találhatták ki ekkora baromságot, és tényleg? És tényleg na, igen, ez olyan, csak két órán keresztül van ez a csavar, vagy nem tudom. Jó, nem, de hogy, na, szóval érdemes. Ez ilyen, tehát a forgatókönyv írás szempontjában ez egy akkora kapufa. Most az, hogy felépítesz egy történetet, egy műfajt, egy, mondhatni, egy zsánerfilmet csinálsz, és utána, nem tudom, mint a Hupikék, Törpikék végén megjelenne a texasi láncfűrészlés, és legyilkolna mindenkit a való világban. És hogy miért? Tehát olyan dramaturgiai fal ez így a kettő dolog között, hogy nem értem, hogy egy Steven Knight ezt hogy a faszba csinált. Ez a csávó elvileg tehetséges valamiben. Igen, pont ettől annyira mindfuck a film, hogy egy ilyen ember hogy gondolhatta, hogy ez bármilyen jó ötlet. Szerintem kb. Az volt, hogy egyszer hazaért húla fáradtan, mit tudom, volt egy szerződése egy stúdió, vagy két napon belül le kéne adni egy forgatókönyvet, fogalma nem volt, hogy mit csináljon, és azt látja, hogy a fia játszik a szobában valami játékkal, és eszébe jutott, hogy hú, mekkora lenne, hogyha ha lenne egy film, ami valójában egy játék, és akkor elővett a fiókból valami régi horgászfilmet, és ezt a kettőt így összerakta. És akkor így ez a Serenity. Körülbelül ennyi. Egyébként ez is kínai pénzből készült, úgyhogy megint jó helyre megy a kínaiak pénze. Hát, de nincsenek is benne kínaiak, nem? Nincs ebben. Pedig ilyenkor mindig belerőltetnek egy szupersztár. Ja, hogy kínaiul tanul a főszereplő, meg ilyenek vannak benne. Ilyenek vannak általában ezekben, azt hiszem a Rossz Anyákban volt ez, hogy éppen a Mila Kunis kínaiul tanult. És előtte meg az volt kérve, hogy a Pang fivérek és stúdió, tehát, hogy kicsoda vélet. Na, úgyhogy ez volt a szerintem itt a csúcson kell abba hagyni, tehát, hogy ennél tovább már nem is mehetünk ebben az adásban, úgyhogy még lett volna egy film, de az ezután korán sem ekkora katarzis. Úgyhogy Ákos, ha esetleg megnézel, akkor a következő random adásban majd számítunk a véleményedre, hogy tényleg ez történt-e, vagy csak nagyon beszívtunk a Gáspárra, és amúgy rohadtul nem ez volt. Hát mindenképpen. Ezt most beszerzem, és megnézem. Jason Clark isteni színjátéke. Ja, hát ő végig be van basszva a filmben, meg napszínvekben van, még a szobában is, össze-össze dülöngél, úgyhogy őt is élvezett nézni, hogy ezúttal tényleg beletette magát egy figurába, és mély színészi játékot produkált. Még a John Connorról nem jött le, hogy ő John Connor volt? Már azt se tudom egyébként. Igen. Jó casting az is, nem? Igazán ráír. Abszolút. Ráír. Rászopták azt a szerepet. Kis John Connor. Ja. Jó, hát akkor ennyi volt a mai adás. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Nagy részét ajánljuk egyébként a filmeknek, tehát a Wreck-It Ralph 1-2 is nézhető az El Royale, Marvel kapitány szódával, Leaving Neverland csak saját felelősségre, Hunting of Hill House-t azt ajánlom, Eighth Grade az kötelező, és a Serenity is kötelező, baszki, ezt kellett volna adni a Freddyéknek a rohadt életbe. Tényleg, a kurva életbe. Baszki. Loserek így is megszólt. Mindegy, és most már el is spoilereztük, hát jó, hát mindegy. Szerintem nincs még ekkora mindfuckkal rendelkező film egyébként, ami ilyen nagy költségvetésű, de ha tudtok, akkor írjátok meg kommentben, és akkor azt mindenképpen majd bepótoljuk. És írjátok meg, hogy nektek hogy tetszettek ezek a filmek. Hát a Leaving Neverlandről csak óvatosan, de természetesen kíváncsiak vagyunk mindenkinek a véleményére, és akkor hamarosan újra jelentkezünk, addig is pedig minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok!